Isten hozta önöket. Nem tudom, hogyha így fogok szabadon beszélni, jobb lesz-e, vagy inkább mikrofonnal próbáljon meg. Hogy kell? Maradok inkább ennél a megoldásnál. Tehát Imóni Cillalmas Tivadar és Gyergyó Szent Miklósról. Gyergyó Szent Miklósról jöttem. Székelyföldnek azon vidékéről, mondom én, egyik legősibb helyéről. Na most azt szeretném önöknek néhány szóba elmondani, mielőtt belekezdenék, hogy pontosabban még azelőtt, mielőtt belekezdenék, 86 finn kockát hoztam önöknek. Ezzel igyekeztem olyan részeket, olyan pályákat elhozni, ami a filmben igazából nem szerepel. Akit érdekel, az majd a filmen azt megnézheti, rejtve igazából ezek a dolgok, amit én önöknek meg fogok mutatni, meg fognak, illetve megjelennek a filmbe is, én egy kicsit ezt tovább szolgatom, viszont mivel 86 film kocka van, és hogyha csak egy percet időzök, az 86 perc. Tehát önök kéne eldöntsék azt, hogy mennyi időt szenteljünk erre az egészre, hogy mennyire sűrítsem az eseményeket. Meg lehet csinálni? Tehát ezt szeretném kérdezni, de olyan formán, hogy még akkor azzal a bizonyos második résszel is szeretnék foglalkozni kicsit, meg aztán, hogyha kérdésük van, akkor önök is feltehetik a kérdéseiket, hogy ne meneküljek el a titkokkal, meg a nagy tudással, aztán itt önök majd gondolkodnak rajta, hogy akkor most mi történt. Tehát, ahogy Berti is mondta, már elég rég, hogy foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Isten megadta azt a lehetőséget, hogy hát a szó jó értelmében látó emberként a tájat olyan szempontból lássam meg, ami hát egy kicsit másabb, mint ahogy a történészeink éppen elénk tárják. És akkor el is kezdődne a dolog. Nem fogom hozni sokáig az időt, itt azt szeretném elmondani önöknek, és arra kérem önöket, hogy most már igyekezzenek valamennyire koncentrálni olyan szinten, hogyha pergős lesz a dolog, elég sok információt fognak önöknek mondani, akkor hát ha kifáradnak egy kicsit, akkor majd szóljanak, hogy álljunk meg, vagy tartsunk szünetet. Meglátásom szerint az, hogy az ember egy ősi múltat, azt az alapillért, amire szükségünk van, megláthassa, ahhoz nem csak olvasott tudásra van szükség, hanem látott tudásra is, intuitív tudásra és olvasott tudásra a látható arányokban. Ez az én meglátásom, és nagyjából ez az arány volt az, ami elvezetett oda, hogy ezeket a dolgokat, amit önöknek meg fogok mutatni, el tudtam lehozni. És akkor ezt a jó elektromos pálcát itt megmutatom. Tehát ugye a Kárpát-medencét látjuk, és azon belül is a Gyergyói medence, ami ahonnan én jöttem, Csíki medence, ez a részben nyitott háromszéki medence. Egy kicsit leképezve ezek a medencék a Kárpát-medencét mutatják, 860 méter tengerszint fölötti magasságon, abban az időszakban, ezelőtt 100 000 évben, abban a 100 000 év távlatából nyitanám meg ezeket az eseményeket, és abban az időszakban itt a Kárpát-medence belső részében, ugye belső Magyarországon, mai szóval élve, akkor még víz volt, sőt, itt az erdélyi középegység és a keleti Kárpátok között is javarészt víz volt, 860 méter tengerszint fölötti magasság volt az a rész, az az ideális magasság, ahol bizonyos dolgok ki tudtak alakulni. Ez a zászló, hát láthatják önök egy székely zászló, de nem akármilyen székely zászló, hanem Gyergyó Szent Miklós városának a zászlaja. A tavaly előtt fogadták el a helyi tanács. Egy kis része volt nekem is abban, hogy ez itt történjen. Hát a szimbólumokról most nem beszélgetnék, önök ismerik. Szerencsés egybeesés talán, vagy szerencsés véletlen. Én örülök neki, hogy ez így megtörténhetett. Hát ez a mi népünknek az igazi nemzeti logója. És milyen véletlenszerűség, ugye, hogyha megfigyelik, akkor Szent Koronánkon is ugyanez a szimbólum, és akkor egy kicsit visszatérek a zászlóra, hogy miért mutattam meg ezt önöknek, bocsánat. Tehát még az alapszín is talán üzenet jellege van, nem részletezem, gondolom, hogy ezekről a dolgokról már elég sokat hallottak. Most a filmben, amit én megjelenítek, az
a tájat olyan oly módon vizsgálom, hogy három részre osztom. Azt mondom, hogy léteznek szakrális helyek, léteznek mezőgazdasági célra kialakított helyek a tájban építve, és léteznek úgymond ipari célra, vagy telekommunikációs célra használt létesítmények a tájban. Hát először a szakrális helyekkel szeretnék foglalkozni, ugye ugyanaz a helyszín Csíksomlyó, és ugyancsak Csíksomlyó, a tömeg megy a Bucsúra, ugye itt van a Nyerek, a Nagysomlyó hegye, itt a Kissomlyó hegye, és megfigyelhető, hogy itt bizonyos létesítmények vannak, ami a filmben látható, és amiről most én fogok itt önöknek beszélni, önmagáig beszél a tájban az úgynevezett pallag, amit én pallagnak, vagy teraszos mezőgazdálkodásnak nevezek. Székelyföldön tudni kell, hogy minden olyan hely, ami fontos volt őstörténeti szempontból számunkra, meg van jelölve, hasonló kápolnákon, mint ez is, majd fogok még néhányat mutatni. Ez is egy szakrális hely. A helynek a neve a Csíklákosi templommal szemben a Bogáthegyi kápolna, és körülötte a centrális pallagok. Ilyen centrális pallagok vannak a Székelyföldön tömkereggel és szakrális pallagok is. Egy másik szögből ugyanaz. Itt látható szemben Csíklákos, hát a templom nem igazán látható, de látható a völgy. Valamikor ez a völgy egy összefüggő rész volt, és annak idején elejét elmondták, a mi öregjeink még elmondták, elmesélték, hogy az ők tudatukban, még az ők öregjeik annak idején még tudták, és szájról szájra megmaradt ez a hagyomány Székelyföldön, hogy történtek valami titokzatos dolgok. Az elébb említett Csíklákosi templom, az egyedül olyan templom, mint a Kárpát-medencében tudomásom szerint, aminek a torony részén, a talapzaton zodiákus jelek vannak, és közelebbről is megmutatom önöknek, ami megint csak jelzi, hogy itt valami olyan dolgok történtek ezen a vidéken, ami nem hagyományos, nem szokványos, jól láthatóak a zodiákus jegyek. Hát éppen egy felújítás ráférne, de nagyon érdekes, hogy az előtti felújítások során megőrizték ezeket a mintákat, de nem tudja senki igazából a korát, hogy mikor lett a templom rávéve. Ez a lakásom tornyából van fényképezve, egy hasonló szakrális hely megjelölve. Ez az a télen készült, látható, hogy itt is a centrális falak milyen szépen alakulnak. És akkor itt most elidőznék egy kisé. Tehát ezek a létesítmények, amit önök láttak, és még fognak látni néhányat, ezek meglátásom szerint és kutatásaim szerint ezelőtt 80 ezer évvel kezdődtek. Az első olyan nép, aki erre a földre, ide, amit most itt önök látnak, az égi leszállás, ami megtörtént, az ezelőtt 80 ezer évvel történt, az első hullámban, és ők voltak a dozgaroknak nevezett nép. Fognak néhány új nevet hallani, ne lepüljenek meg rajta, ne keressék, mert nem fogják megtalálni sehol. Egy ilyen hasonló előadás után megkeresett egy úriember, mondhatnám egy öreg úr, a Pirisben nép, és felajánlotta a segítségét, elmondta, hogy hasonló dolgokkal foglalkozik. Azóta csodálatos módon együttműködünk, és kiegészítve egymás tudását, gyertek! Kiegészítve egymás tudását, olyan csodálatos információkhoz jutottunk, hogy azóta, amióta a film elkészült 2010 óta, azóta elmondhatom önöknek, hogy abbéli hitemben megerősödve, hogy amit most itt és most mondok önöknek, az szinte bizonyos meglátásom szerint, az én magam véleményem szerint 1000% biztos, hogy úgy történt, ahogy történt,
és nem az ezer éves múltról beszélünk, hanem messze többről, és biztattam önöket arra, hogy higgyék el nekem, hogy merjünk nagyok lenni, mert azok vagyunk. Hasonló, na most ez az épület, amit önök láttak az előbbi képen, csak fent a helyszínen, itt a csapattal, amit Betty említett, voltunk kint ezen a helyszínen. Az ikertestvére, itt amit látható, Székely udvarhelyen van a Jézus szíve kápolna, még van egy másik, amiről most nem osztam képet önöknek, a kárszalok határa, tehát a mai Csíkszék és Háromszék határában a Perkői kápolna, ugyancsak egy négykarjos kápolna. Tudni kell róla, hogy szabályos, négykarjos épületekről van szó, és hogyha a négykarjéről beszélünk, Lánckeresztről, akkor valami köze van a kereszténységhez. Tudni kell, hogy 1500 évvel ezelőtt építették körülbelül, és már azelőtt is vallási szempontból ez a nép, aki itt élt, az keresztény volt. Olyan energetikai pont van, pici lelkeztük az egész, és egyszerűen ha beleállunk, akkor egy percre tovább a csengén energiát tart. A szívőtől, tájmével, mindenféle, nagyon-nagyon-nagyon jelentős energiasugárzások. És keresik is, de tudományosan is próbálják ezt megmagyarázni, hogy minden felkülönöm. Azt szeretném önöknek elmondani, hogy tehát amikor a filmet én, tehát az volt az én problémám, hogy amikor elkezdtem ezekkel foglalkozni, akkor megvolt bennem az a belső igény, hogy elmondjam más embernek is. Azt úgy döntöttem, hogy nem képi, illetve nem könyvi anyagot fogok az embereknek megmutatni, hanem képet, minél több képet, hogy azáltal váljék hitelesi, sietővé az, amit mondok. És miután akkor még egyedül voltam ebbe a dologba, és miután felvettem ezzel az úrral a kapcsolatot, akkor bizonyos, tehát akkor döbbentem rá, hogy milyen jó úton járok, és azóta mondhatnám, hogy ezek az információk egyre csak jönnek, egyre csak több. Sajnálatos, hogy az emberek nem látják. Nem látják a tárgon, hogy igazából miről van szó. És akkor itt mondanám előnöknek, hogy a sokat látott, emlegetett, meg használt hármas halom milyen szépen érvényesül, hogyha megfigyelik, mint hogyha itt lenne a Szent Kereszt és a hármas halom. Ez a kép, ez Csíksomjón is ismétlődik, és minden olyan székely tárgon felelhető, ahol szent, szakrális helyek vannak. El kell mondjam önöknek, hogy több tehát az általam tanulmányozott elmúlt 100 000 esztendő, ami történelmi időben igazából nem sok, és hogyha azt a nyomorúságos utolsó 1000 évet vesszük, akkor ugyanvalóst nem sok az az 1000 év, amire alapozzák a mai tudósaink az összes történelmi eseményeket, ugye a honfoglaló magyarokat, akik meglátásom szerint ilyen nem volt, mert hont foglalni nem lehetett, megmondom azt is, majd később rá fognak önök is jönni, hogy miért. A honfoglalás az megtörtént ugyan, de ezelőtt 100 000 évvel, és nem ezelőtt 1000 évvel. Akkor igazából elején foglaltak hont azok az emberek, akiket úgy hívtak zsuvábuk. Ez volt az első, és itt kell elmondjam, hogy ennek a segítségnek, ennek a csodálatos embernek, akivel együtt dolgozunk, tőle származnak ezek a nevek. Én akkor nem is gondoltam arra, hogy létezik ilyen, csak éreztem, sejtettem, hogy itt rendkívüli dolgok vannak. A tájban megvan az a képességem, hogy felismerem az épített jelleget, nem tudtam igazán történelmi időbe és korba elhelyezni, habár voltak sejtéseim, és ő volt az, aki rávezetett arra, és elmondta, hogy a zsuhábuk voltak azok, akik ezeket a létesítményeket kialakították. 1,60 centi magas emberek voltak, barna bőrűek, tehát enyhén barna bőrűek, fekete hajúak, és kizárólag építő jellegű nép volt. A Sirius
bolygóról jöttek, a Rigel csillagképű, és a fény emberei voltak. Abban az időszakban a gravitáció körülbelül a maihoz mérten 6-szor, tehát úgy kell elképzelni, hogy ami ma 600 kiló, akkor az 0 kiló volt. Tehát így akarom érzékeltetni önöknek, és azért sikerült nekik ezeket a létesítményeket megcsinálni, meg azokat is, amit majd még látni fognak önök. Itt látható ugye a Tordai hasadék, aki járt, az ismeri. Azt írtam fel, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hát ugye voltak szakrális helyek is, de voltak mezőgazdasági célra kialakított pallagjaink, teraszaink, és megfigyelhető, hogy milyen szinten alakulnak a zsuhávok által létrehozott teraszok, mögötte a Tordai hasadék. Tudni kell, hogy egy hasonló, mint a Gyergyói medencéhez, ez a Tordai hasadék előtti rész. Ott, pontosabban ott, ahol az autópálya ma halad, az az erdélyi rész, hogyha majd még bennek arra járnak, arra majd megfigyelhetik, hogy egy hasonló medence van, mint a Gyergyói medence, körülbelül 300 méterrel alacsonyabb, apró kis medencéket alakítottak ki, és az életet ott alakították ki, folyamatosan miután a vizeknek a járását, a vizeket kezdték leszorítani. És a Tordai hasadék, ugye, amihez egy legenda is fűződik, most az a bajom, hogy én tudnék beszélni ezekről a dolgokról sokat, csak tudom, hogy még sok a kép, és telik az idő. Tehát átvágták azért, hogy a vizek útját elengedjék. Itt most ez a kép előnytelen, mert nem ennyire zárt. Itt látszik, hogy valaki járt, az ismeri, hogy itt át lehet haladni, és akkor itt engedték a vizet el, hogy mezőgazdasági célra tudják használni. Ez a kép, ez megint csak a zsuhávok munkája, ez városon határában van, egy panoráma kép. Itt fent ez pedig Kiskörösnek a határában, hogy más helyszínt is mutassak. Szóval igazából többet nem akartam ebből a pallagrendszerből betenni, mert a filmen láthatóak ezek. Hanem szeretnék foglalkozni egy, hát úgymond kényesebb kérdéssel, mert hogy ezek az emberek ugye utaztak, kommunikáltak, jártak, keltek szabadon, és érdekes módon a Gilgamesz féle legendák ebbe az égírásos formában maradtak meg. Gilgamesz, mint félisten írja le az utazásait. Hát ezek az utazások, ezek repülőgépekkel történtek, hasonló le- és felszálló pályákon, mint ez megint csak városom határában van. Nagyon érdekes, hogy megfigyelhető, hogy több rétegű, nagyon átgondolt és átképzelt rendszerben. Itt van lent a sík terület, az a hely, ahol manapság fekszik Gyergyószent Miklós. Az első gyűrűben ezek a röpterek, utána következik egy völgy, látható, aki ismeri a tájat, az észreveheti, hogy itt egy völgy van mögötte, és utána következnek a mezőgazdasági célra kialakított területek, és azért tettem ezt a képet, azért tartottam fontosnak, hogy figyeljük meg a magasság szinteket. Itt még lent nincs hó, ott már hó van, ott fent van a hóhatár, az egy másik völgy, az körülbelül 1200 méter magasan van, itt ez a rész 1100 méter, itt ez a rész körülbelül 900, és itt vagyunk 860 méter magasan. Ugyanaz a kép csak közelebbről, és ugyanaz a röptér egy más helyszínen. Ez éppen a középhegységben, Erdély középhegységben készült. Na most ilyen röpterek nem csak ebben a formátumban, amit az előbb láttak, vannak, hanem vannak más formátumban is. Ez a Gyimes völgye és Barackos nevű település, a Trótus itt még patak völgyében találhatóak hasonló röpterek, mint itt ezek. A hegység, ahol ez helyezkedik, az a Naskalát. És milyen érdekes, a Nazca fennsík, gondolom, hogy ismerős önöknek Dél-Amerikából,
És ez a hegység, ez az egész rendszer, ami zárja a Csíki-medencét, Fél-Csíki-medencét, keleti irányú, ilyen röpterekkel van tele. Ezeket a röptereket nem is fogom tovább igazából boncolgatni, mert itt a filmen, akit érdekel, majd megláthatjuk. Egy hasonló mutató mozgóképes kockákkal, ott elég behatóan foglalkozom vele. Gilgamesz utazásaiba, ugye Gilgamesz leírja, hogy ő milyen irányokba járt, ez Szíriában lehető fel. Nem tudom, hogy Baalbek városában, nem tudom, ha valakinek ismerős, ezek a kötőmbök még ma is léteznek. Azért érdekes, szemléletes, hogy a arányokat az emberekkel összevetve el lehet képzelni, hogy ezek a bányából vannak, ahonnan kivágták ezeket a köveket. És ez a történelmi időszak, ez körülbelül ezelőtt 15 ezer éves kőtömbök ezek, 15 ezer évvel történtek meg, és akkor most visszembe térek egy pillanatra ezekre a röpterekre. Ezeknek a röptereknek a kora, ez is körülbelül 15 ezer éves, viszont ezek itt, ami itt látható, ez a zsuvábok munkája, ez 40 ezer éves. Most ezelőtt körülbelül 40 ezer évvel megjelennek a szahakák. A szahakák körülbelül 2 méter magasak voltak, és fehérbőrű, kékszemű, szőke emberek. Ezek voltak a székelyeknek az ősei. Ők voltak azok, akik képesek voltak a zsuvábok munkáját folytatni, ismerték azt a tudást, amit ismertek a zsuvábok. A zsuvábok nép nagyon érdekes, és felmerül a kérdés, hogy akkor hová lettek. Az a következtetésünk, hogy részben a folyamatos kirajzások következtében a számuk csökken, viszont az utolsó információink szerint sokan visszamentek a Rigel csillagképre. Gondolom, hogy sokaknak ismerős önök közül ez a rendszer. Ismeri valaki? Rajtad ki? Teljesen. Nem ismerős senkinek? Hát akkor megint csak örömmel kell elmondjam önöknek, hogy hát látszik, hogy Budapest. Mert ez az úgynevezett csőrszárok. Így mint négy, nem tudom, hogy mondja önöknek valamit a csőrszárok. Tehát az a igazából hármas árokrendszer, mert igazából három van belőle, csak a mezőgazdálkodási munkát, meg az egyéb felelőtlen műveletek már eltüntetik. Itt láthatóak azok a részek, ami még ma is megvan, ma is áll. Ez egy olyan árokrendszer, ami körülbelül 12 méter széles, és 3-4 méter mély, és valamikor egészen a Pirisből kiindulva végigment a Dura kazánig, és aztán folytatódott tovább. Na most a mai kor tudósai, és az a néhány ember, sajnos csak az a néhány ember, akik ezzel a témával foglalkoznak, azok meggyőződéssel állítják, hogy hát nyilván keresik a korát, és azt mondják, hogy hát bizonyos népek bizonyos történelmi időben építették egymás ellen, meg védelmi rendszerekkel, tűzdelik az elméleteiket. Én most nem részletezem, hogy ki mit mond, mert elég hosszú lenne a hülyeségek sora, hanem elmondom azt, hogy miért épült és miért az összefüggés közötte. Fontos tudni azt, hogy a tudósok, hogyha ez a rendszer Magyarországon van, akkor úgy képzelik a magyarországi tudósok, hogy akkor ez csak Magyarországon létezik, ez a rendszer. És valahogy a magyarokkal próbálja összekötni, mondják szarmataláncnak, római áraknak, mondják mindennek. Igen, hanem csak, hogy rájöttem arra, hogy hát látszható ez Románia, mai Románia, rájöttem arra, hogy léteznek hasonlók, láthatóak ezek a lárkok, ezek mind árkok. Most a vérik román testvéreink is azt mondják, hogy hát nyilván, hogyha ez most éppen Romániában, akkor
akkor ez a mai történelemtudománynak a hitelessége, hogy akkor az dák vagy római. Ugye, hogyha Magyarországon van, akkor jó esetben avar. Most tehát én egy térképre megpróbáltam elmontírozni azt, amit itt önöknek el fogok mondani. Tehát itt az történt, hogy körülbelül 20 ezer évvel ezelőtt pontosan az önök elei, mert ugye nekünk székelyeknek, ahogy mondtam már, a szahakák 40 ezer évvel ezelőtt jöttek a lelein, az önök elei, a dozgarok, az ungarok ezelőtt 20 ezer évvel jöttek, ugyancsak arról a csillagképről. Az volt az a történelmi időszak, amikor megváltozik az első, ugye, illetve hát az utolsó katarzis megtörténik a fő életikben, és ebben a történelmi időszakban jönnek az ungarok honfoglalni igazából, és akkor beszélhetünk honfoglalásról, de az már nem az a fényes aranykor, amit megéltek a szahakák az elmúlt 40 ezer esztendőben, akkor még élnek szahakák is, akkor már az eleik kipusztulnak, és akkor jönnek a megerősítésként úgymond, ugyanúgy, mint ezerben, tehát amit a honfoglalásnak emlegető történelmi időszakban, amikor már a székelyek ebben a történelmi időszakban, meg történelmi helyen elég elszigetelten élnek, ugye akkor hazajönnek azok, akik azelőtt elvándoroltak, megsegíteni a népet. Valami hasonló zajlódhatott le ezelőtt 20 ezer évvel is, amikor mint egy segítségként jönnek ezek a népek, nem csak egy csoport, hanem több csoport is, de mindenképpen a Kárpát-medencébe a mai magyaroknak az őseik, és így hívják őket, hogy jugarok, és dozgarok, és ungarok. Tehát mindig benne van a nevükben a gar nép. Na most velük egy időben jönnek a Tigris-Eufrátesztől délre a szemita népek is. Más csillagrendszerből, más csillagképekből. Tudni kell azt, hogy a Földön több földleszállás volt, több eltávozás volt, és hinni kell a manapság oly sokat emlegetett UFO-knak, úgynevezett UFO-knak. Hát ugyanaz a jelenség zajlik most is, csak agyilag mi ezt nem tudjuk felfogni, nem tudjuk érzékelni. Isten igazából ugyanúgy tudnak rólunk, ugyanúgy figyelnek rólunk, csak a mi tudatunk annyira beszűkült az elmúlt ezer esztendőben, nem véletlen, hogy képtelenek vagyunk magunk körül felfogni, még azt sem, hogy mi vár ránk hónap után. Na most itt a Kárpát-medencében még abban a történelmi időszakban is egy ragyogó civilizáció él és működik, erről majd fogok később még képeket mutatni. És az ide földre szállt hungarok egy kolóniát alapítanak a valamikori Mezopotámia helyén, és ezt nagyon fontos tudni, pontosan azért, hogy megvédjék a Kárpát-medencét az akkor földre szállt, tehát történelmi időben akkor földre szállt sími népekkel szemben. Ezért alakul ki a mai Mezopotámia helyén a sumér kultúra. Ezért van az, hogy a tudósok akkor a nagy bajban vannak, nem tudják elhelyezni, nem tudják behelyezni a rovásírást, nem tudják behelyezni a két kultúrát, de erről még fogok beszélni. Na most, ami a fontos, én összekötöttem azt a rendszert, ami kiindul a Kárpát-medencéből, és tudni kell azt, hogy akkoriban a Fekete-tenger 41 méterrel alacsonyabb volt, mint a mai szintje, ami lehetővé tette, hogy ezek az árkok itt ezeken a részeken végig mehessenek, és egészen elhaladjanak a Kaukázuson keresztül. Tehát mi a lényeg? Tehát van egy háromszög, egy ilyen szakrális háromszög, és ott keresik igazából a tudósaink a magyar népnek az eredetét, ugye a Kárpát-medence, a Ural-hegység, és tehát a Kaukázus, és itt lehet valahol körülbelül itt van, Perzsia, itt kezdődik, de itt. Tehát ez a háromszög.
És ez a térség az, ami hősrajza szempontból a kutatóknak teret ad, de lehetőséget nem sokat, mert nem ismerni ezeket az árkokat például, de vannak egyéb jelek is. Ugye, és nem kell magyarázzam önöknek, hogy teljesen üres járatban vannak, egymás megcáfolva, újabbnál újabb elméleteket felállítva, egymás meghazudtolva, harcolnak azért, hogy honnan származnak a magyarok. Ugye itt bejön a Beutis mocsora, bejön az, hogy ide üldözik, oda üldözik a magyarokat, hunok, jászok, hunok, mesenyők, és a végén, hogyha nagyon őszintén akarunk lenni, senki nem tud semmi. Pedig az őshaza az itt van. És azt szoktam mindig mondani, hogy minél jobban távolodunk el az őshazából, magyarságot keresni, annál jobban elmegyünk a káosz világába. Na most felmerülhet esetleg önökbe a kérdés, hogy hogy volt megoldva a hegyek között a közlekedés, a hegyek között az áttörés, hogyha árkok voltak. Rájöttem arra, hogy ezek a hegygerincek, amint látható, a keleti Kárpátokról van szó, vagy például itt ez is, ez a naskalát például, tehát ezek a helyszínek mindig különbözőek. Vagy akár itt ez is, ez a déli Kárpátokból való. Kérem, most visszatérünk egy pillanatot. Tehát ezek a hegygerincek voltak épített jellegűek, és amikor a lárokrendszer a síkságról bemegy a hegyek közé, akkor ezek azok a hegygerincek, ahol folytatódik. Nagyon érdekes, hogy Székelyföldön van néhány olyan ember, aki foglalkozik ezzel a témával, nem igazán tudják összekötni, de tudnak róla, hogy léteztek ezek az utak, épített jellegűek voltak, utalást teszek a filmben is, és a filmnek is van egy ilyen üzenete, amit érdekli, ott az megláthatja, hogy miről van szó, több helyszínt is bemutatok. Helyenként nevesítem, helyenként pedig ki kell találni, de ezek az épített jellegű hegygerincek, meg a csőszárok akár, vagy a Romániába felelhető árokrendszerek, vagy akár tovább Ukrajnába, ezek mind összefüggőek voltak. Nagyon érdekes, hogy nem csak, tehát különböző létesítmények vannak, és nem csak ugye a Magyarország, tehát a mai Magyarország területén felelhető úgynevezett kunhalmok, aminek a száma közel 40 ezer léteznek, hanem léteznek Erdélyben is hasonlók. Érdekes, ez Sóra nevű település, ez Brassa és Fogaras között van a déli Kárpátoknak a linenső erdélyi vonulatában. 8 olyan kis ilyen piramis jellegű létesítmény van, aminek a korát és küldetését nem tudják, nem ismerik. És a tudósoknak azért érdekes ez a kép, mert a tudósoknak akár Romániában, akár Magyarországon, de bárhol az impotenciáját jelzi az, hogy vannak még emberek, akik foglalkoznak a témával, jók is, rosszak is, és ezelőtt körülbelül 4 évvel valami kincskutatók az egyiket megásták, és megmerték ásni, hát Romániában minden lehetséges. És hogyha a románok nem kutatják a tudós társadalom, akkor kutatja más. Mert ugye jött az információ Magyarországról, hogy a kunhalmok alatt kincsek vannak, hogy a kunok temetkeztek, én inkább hunhalmoknak mondanám. Építésüknek kora körülbelül 10 000 év. Nagyon érdekes, hogy meglátásom szerint tudok több helyet is Erdélyben, ahol még hasonlók vannak, és eltérően az Alföldön láthatótól mindig csoportosan. Legalább 3 olyan helyet tudok ezeken kívül Erdélyben, ahol csoportosan jelennek meg. És az a érdekességük, hogy tudni kell, hogy nem csak fent építkeztek, hanem alagút rendszereket is hagytak maguk után elején. És általában ezek a halmok alagút rendszereknek a ki vagy bejáratát és a megjelölését hivatottak beteljesíteni. Most terjedt el a világhálón az, amit már elég rég tudok. A Karutaszeg határában
Tantaszeg és Tomockó között van ez a piramis, tehát régi piramisok. Ugye divatos, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, az piramisokat keres. Hát itt látható egy, de el kell mondjam önöknek, hogy legalább négy látható a filmen is, amit nem nevesítek, nem jegyzek meg, mert voltam annyira gonosz, hogy elrejtettem bizonyos olyan információkat, amit úgy gondoltam el, hogy megvárom, kivárom, hogy lesznek olyan emberek, akik reagálnak erre, akik felfedezik. Hát vannak néhányan, akik visszajeleznek, mutatják. Hát ez az a piramis például Galatasarayban, ami most éppen a toplistán rajta van. Érdekessége, hogy körülbelül akkor, amit a köt piramis, építésének kora körülbelül 10 000 év, tehát nem is olyan régi. Hasonló tudomásom szerint legalább Erdély területén legalább 30-40 ilyen, vagy még nagyobb piramis is van. Ennek van egy ikertestvére Galatasarayban, amiről nem beszél a fáma, ismerem a helyét, tudom, hogy az is a tájban épített jellegű, hogy ismerjük már a korát is. És ezt azért akartam betenni ide, ez egy 35 000 évvel ezelőtt festett barna rajz. Figyeljük meg ezeket az állatokat, hogy milyen arányérzékkel, precizitással vannak megalkotva. Abból a barlangrendszerből való, amit majd mutatok képeket, erre vissza fogunk térni majd egy kicsit. Nézzék meg ezt ide, hát a románok rajzolták be, mondanósan például, hogy ők úgy tartják, hogy dát létesítmény, 30-40 méterrel a föld alatt létezik egy alaprendszer, azok a igen sötét vonalak, amit itt látnak önök, azok a bizonyos, a ma is létező alagútak, végig felfedezni a románok, és a dákokhoz kötik. Körülbelül itt, ebben a zónában van egy nagy barlangrendszer, ami össze van kötve alagútakkal, és abból a zónából való ez a barlangrajz. Igen, majd fogok beszélni róla. Ez azért érdek erre vissza, mert a románok képtelenek voltak, tehát felfedezték, de képtelenek voltak megállapítani, hogy valójában miről van szó, és Franciaországban az altamirai barlangok biztosan hallottak önök. Hasonló rajzok vannak, és ott van egy öreg professzor, aki ennek a történetnek a nagy tudója, és őt hívták el, és egyértelműen mondta, hogy ugyanannak a kultúrának a nyoma, a letéteményes erd is, mert az is, a spanyol barlangokban fel lehet barlangrajzok is, és mintát vettek róla, kiderült, hogy perszi pontosággal megállapítható a napévnek, az akkori napévnek a vége, mert 35 000 körül, nagyjából 35 000 évesek azok is, meg ezek is, némi eltéréssel. És akkor visszatérünk erre a megállapítás jogot, hogy egy kutya. Na most hát így van ez kirajzolva, hogy kutya. Most ez azért van a kutyának rajzolva, mert a kutya románok kitalálták, ugye nekik azt mondják, hogy az ők valamikor a dákoknak a nemzeti szimbólumuk a kutya volt, a farkas. És hát akkor ők megpróbálták farkasnak rajzolni, valójában egy sárkányról van szó. Én most ennek az előadásnak nem témája, de most járok azon az úton, hogy rájöttem arra, hogy a Kárpátok vonulata így ebben a szögben, itt van a sokkal mondani, a Balkán hegyközi medencék, ugye itt fordulnak meg a Kárpátok, és akkor ezek a balkáni Kárpátok, és a kettő között a Duna medencébe igazán, tehát itt érnek véget a Kárpátok, ez egy kígyó. Erről a kígyóról majd fogok önöknek beszélni, a kígyó kultúra, és erről most egyelőre még nincsen elég információ, de több mint valószínű, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az egész Kárpátok vonulata épített jellegű, csak korban előttünk, tehát nem a mostanában ez a 100 000 esztendő, hanem az előtti történelmi időben alkothatta egy nép. Ennek még nem vagyok, sok olyan dolog hiányzik, aminek nem tudok igazi bizonyítékokat szerezni hozzá, és elég tárfogalom számomra. Viszont ami számunkra fontos, és az elmúlt 100 000 esztendőben történt,
Tehát itt három fényév, illetve három napévről beszélünk. Tudni kell azt, hogy a főleg a keleti Kárpátokban, és itt van itt egy másik piros pont, ugye amit mondtam az előbb önöknek, hogy a Kárpátok itt elfordulnak, sőt itt tovább éve is, tele van olyan hegycsúcsokkal, a filmben nevesítem is őket, aminek az a neve, hogy Magura. Itt látszik idegen nyelven, éppen román nyelven, hogy Mögurá, ezt így kell kiejteni, Mögurá. Nagyon érdekes, hogy ezek a Magura nevű hegyek, hegycsúcsok, megmaradtak az idegen, számunkra idegen népeknek a szótárában, és anélkül, hogy tudnák, hogy mit jelent, használják mind a mai napig. Hát ezek azok a sokat emlegetett magurák, amiről kiderült, hogy nem csak ennyi van, hanem körülbelül én ott tartok, hogy legalább jelen pillanatban legalább 40 olyan helységet, vagy hegycsúcsot, vagy régiót neveznek például Romániában magurának, ami egymástól függetlenül létező. Na most ez a helyszín itt tőlünk 36 kilométerre van, ez egy olyan hely, ami a egy régi energiaközpont, ahonnan energiát bocsájtottak ki, és ezt a láncolatot, amit az előbb önöknek mutattam, ezeket a magurákat egymással összekötve biztosították az energiaellátást annak idején, tehát úgy is fogható fel ez a rendszer, amit önök látnak, mint egy régi energiaközpont vagy erőmű. Meg lehet figyelni, hogy majd fogok képeket mutatni közelebbről is, hogy ősbeton jellegű. Itt jól látszik, hogy valamikor egy őrzáró gátolt, és ez itt mind-mind ősbeton. Itt látszik közelebbről is. Tudni kell azt, hogy számtalan hely van a Kárpátok között, nem csak ez, ahol mindig ugyanaz a konglomerátum, mindig ugyanolyan stratégiai helyeken, magurák körül, vagy magurák, tehát a magurák maga, a Magura nevű hegycsúcs. Tehát arra jöttem rá, hogy létezik egy hegy, és a hegyre rá van ültetve az ősbetonnal kialakított rendszer. Most, hogyha majd elmegyünk tavasszal májusba, akkor ezt fogom megmutatni nektek, egy ilyen hasonlót. Ott, ahol jártatok, és még akkor nem mutattam meg, de mivel most már, hogy jönni fogtok másodszor ismételten, akkor majd meg fogom mutatni egy hasonlót, mint ez. Azt akarom elmondani, hogy ilyen magurák rengeteg van a Kárpátokban. Például biztosan önök közül ismerős néhánynak a Bucsecs hegységben az úgynevezett Omu. A Bábele talán valakinek ismerős. Tudni kell, hogy hasonló létesítmények azok is. Na most nem csak a történelmi múltban, itt azért szerencsés ez a kép, mert Toroszkó Szentgyörgyön, nem tudom, hogy ki járt, hogy itt van egy vár, amit meg is mutatok önöknek, annak a várnak tulajdonképpen a... Tehát úgy kell elképzelni, mintha minden lenne fényképezve errefele a völgy fele, és akkor visszatérek ide. Előtt, tehát az első katalazis után, amikor már említettem az oszgarokat, jugarokat és ungarokat, ezeket a létesítményeket, tehát ugye léteznek a pallagok, a teraszok, és vele szemközt felépítik megint csak a pallagok tetejére, felépítik a pallagok tetejére, ráépítik ezeket a rendszereket. Nagyon jól látható, szemléletes, hogy létezik a pallagrendszer, rá van építve, ezek mind mesterségesek, az előbb említett konglomerátumok, és a tetejére rá van építve egy másik várrendszer, és ez bolondítja el a mai kor tudós társadalmát,
azt mondják, hogy Árpád korabeli. De ugye a románok, amikor azt mondják hogy mindenre, hogy dák, akkor a mai tudósaink, legyenek bármilyen okosak, mindig azt oda térnek vissza, hogy Árpád korabeli. Tehát nálunk minden Árpád korabeli. Vagy kései, vagy korai, de mindig ide lyukadunk ki, és most megmutatok néhány olyan ősvárat, Elis alapú ősvárat, Rapsonné vára például Harajt határában, ide majd még visszatérünk, hát így néznek ki a falai. Ezek általában, ezek a várak, ezek tehát várak, de nem olyan a szónak a szószoros értelmében, tehát várakozó helyek, tehát úgy kell ezt érteni, nem csapározásra valóak, mint a középkorban, hogy felfogták, hanem olyan helyek, ahol vártak, vizsgáltak valamit, és ahol tudományos élet folyt. Mutatok még néhány helyszínt, ez egy másik helyszín, Csikrákos. Csikrákos, ugye még találkoztunk, ez egy másik vár, akár Székelyvarsában tartott váron, most minden egyes várhoz tartozik egy-egy legenda. És most visszatérek Rapsonné utazásaihoz, Rapsonné legendájára. Nem tudom, hogy valakinek ismerőse, csak Dióéjban az a lényege, hogy Rapsonné, mikor megmondta, hogy folyamatosan otthon jön, mondja a nép, akkor ugye Parajdról beszélünk, tehát hogy mondjuk úgy, hogy Parajdról, a miséhez elmegy mindig Tordára, és ott hallgatja meg a misét, és ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, hikop, bár is ott volt, olyan rendszereken keresztül, ami mondja a legenda, hogy már is ott volt, és akkor ugye elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon nem-e azok az árkok, a csőszárok voltak, tehát adtak lehetőséget, és akkor jöttem rá, hogy valójában ezek az árkok, az árkrendszer, amit az előbb önöknek megmutattam, ezek voltak azok az összekötő kapcsok, amin keresztül energiával feltöltötték, és tudtak közlekedni. Ez abban a történelmi időszakban volt, több mint valószínű, amikor már nem működött ég és föld között az a kapcsolat, amit a nép már felejtett és elvesztette azt a tudást, és akkor még megpróbálták. Tehát nyilván az a történelmi időszak, az a nevezett ezüstkorszak, amikor még az emberekre azt mondják, hogy félistenek, tehát rá magyarokról. Ezek a félistenek időszaka, amikor már úgy is cselekednek, mint egy félisten. Tehát már kezdnek földhöz ragadottak lenni, kezd a gravitáció is folyamatosan nehezedni, tehát súly nyomulna. Most ennek a gravitációnak most az a bajom, hogy sok az információ, kevés az idő, és ilyenkor szokott minden elromolni, de az a lényeg az egésznek, hogy ez a gravitáció most már ettől arrafele, reméljük, hogy most megfordul, és megszabadulunk ettől a súlytól, ettől a tehertől. Hát ez volt az az időszak, amikor az emberek még félistenek voltak, és már benne volt az emberekben a rossz indulat, hát ilyen Rapsonné is. Most még itt muszáj elmondjam, mert ide tartozik, akit komolyabban érdekel, van két szerzőpáros, akik a tavaly előtt adtak ki egy könyvet, nem tudom, hogy valakinek ismerőse. A könyvnek a címe az erődítmények, tehát erősségek is, nem, várkastélyok és erődítmények Erdélyben, Párciumban és Bánságban. A szerzőpárosnak a neve pedig Karca Gátos és Szabó Tibor, nem tudom, ismerősen valakinek. Ez egy nagyon érdekes könyv, mert ez a két ember körülbelül azt az életutat járja be, mint én, hogy ingyen bérmentve, saját költségükön megy és tanulmányoz. Körülbelül mindenfajta erősséget, erődítményt feltérképeznek a Erdély Párcium és Bánságban, és közülük, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a régi székely ősvárakkal kezdődő lett, egészen az osztrák-magyar időkig az összes erődítményt feldolgozzák, tárgyilagosan bemutatják képi anyaggal és koordinátákkal, de soha nem fűznek hozzá semmit, tehát csak kizárólag szakmai meggondolásból. Ők is megkerestek, és elmondták, hogy mekkora munka van benne, ami a lényeg és ami ide tartozik,
hogy anélkül, hogy tudták volna, hogy mit csinálnak, egy óriási segítséget adtak azoknak az embereknek, akik őstörténettel foglalkoznak, ugyanis, hát, hogy is mondjam önöknek, megszállottként, vagy nem is tudom, rabszolgaként, a nehezett rabszolgáiként, csak Ősvárban 260-at térképeztek fel. Ezért még hozzá tudok tenni az általam ismertekkel, körülbelül elmondhatom önöknek, hogy 300 ilyen ősvár létezik. Na most a tudósainknak van képük azt mondani, hogy ezek az ősvárok, ezek hát Árpád korabeliek, mert hogy így, mert hogy úgy, meg annyi. Hát Árpád népéről tudjuk ugye, hogy körülbelül 500 ezeren voltak jó esetben, amikor hazajöttek. Hát hogyha az 500 ezer emberből, hogyha kiveszük a munkaképeseket, ugye, akik igazából nem nagyon szerettek dolgozni, csak harcolni, nyilván akik hazatértek, azokról beszélünk. De el lehet képzelni, hogy ez a mondjuk munkaképes 100 ezer ember mennyi arra tudta volna ezt a 300 várat felépíteni. Ekkora hibát követnek el, és ekkora tévedés, és ekkora bűn az, hiszen mekkora bűn az, hogy elmondják, elhitetik önökkel, hogy ez így van, történelmi valóság, és önök elfogadják. Nyilván már aki. Most, hogy beszéljünk néhány szimbólumbenszéről is, ez itt a Némugaromnak az egyik ékessége, a Székely Fapu. Díszítetlen, viszont ha megfigyelik, akkor itt vannak lapszimbólumok benne. Tehát a gyergyói székely még nem felejtett, amikor ezeket belerakta. Itt látható a közelebbről. És akkor most itt én egy kicsit tovább megyek. Láthatják a helyszíneket, felírtam, hogy ez a szimbólum ez ismétlődik, akár Magyarországon, akár Egyiptomban, akár Indiában, Japán, Kína, Örményország, Bulgária. Tudni kell, hogy nem Bulgária, hanem a Bulgária, tehát a bolgár helyszín, akár Izraelbe. Tehát az a fontos, hogy a helyszíneket vizsgálom, hogy India és a Kárpát-medence közötti rész mindig. Sem tőlünk nyugatra, sem északra, sem délre igazából, hanem mind ez a dél-keleti rész, ahol a történelmi útját az elvándorolt magyarság bejárta. Na most itt a Székely kapukról tudnék mondani önöknek sokáig sok minden, csak az idő szűk. Annyit akarok önöknek elmondani, hogy minden egyes Székely kapu, ha megfigyelik, ezeket úgy hívják, hogy kapuzávék, a anya, fiú, atya, összekötti a Szentlélek. Az, ami fölötte van, az egy későbbi kellék, ez semmilyen jelentősége nincs igazából, csak védelmi elképzeléssel tették rá. Ezek a kapuk, ezek valójában fénykapuk, és a mi műveltségünknek, és a mi kultúrának a ég és föld között a megtestesítői. Ezek a kapuk még akkoriban működőképes kapuk voltak, mert meg lehet figyelni, hogy innentől kezdődik el a faragás, körülbelül másfél méter mélyen be voltak ásva, le voltak fölvelve. Innen indul a napszimbólummal az életfa, és meg lehet figyelni, hogy egy pálmafába végződik. Ezt a tudósaink elég jól, akik nyilván ezzel foglalkoztak és jó indulattal foglalkoztak bele, elég jól elmagyarázzák. Itt, ami számunkra fontos és lényeges, a napszimbólum, a fény, mint fénykapu, és az a tény, hogy még mind a mai napig létezik. Most figyeljék meg önök, hogyha mennek, hogy akár önökbe is, akár másba is, meg akár a tudósokba is, van egy ilyen igény, hogy foglalkoznak a székelykapukkal, és szeretnek foglalkozni, és mindig önök is gondolom, akik jártak Erdélybe, azok lefényképezik, és örömmel tölt ki el önöket. Hát ez azért van, mert ez egy fénykapu. Ide van ebben a kapuba belerejtve minden, ami a mi múltunk, a nem ezelőtt ezer év, hanem ezelőtt 50, tehát 20, 40 és 80 ezer éves múltunk.
egy hasonló kapu, most nem részletezzem, mert tudom, hogy már is kicsúsztunk az időből, viszont egy felújított kapu, ahol nem tudták, Orbán Balázsnak az emlékére van ráállítva, nem tudom, Lengyelfalván valaki járt, akkor találkozhatott ezzel a kapuval, mi a lényeg benne. Tehát minden rendben van, minden a helyén van, néhány arány probléma van, de a nagy problémát az jelenti, hogy el van szakítva a föld és az ég között. Tehát igazából szakrendítás szempontjából ennek a kapunak semmilyen jelentősége nincs, mert nem, tehát akik jártották, nem tudták, hogy mit csinálnak. Megcsinálták, és tisztekként ide felállították, de nem igazán tudják, hogy mit csináltak. Sajnos, hogy a székelység is már elfelejtette, hogy ezeknek a kapuknak valójában mi volt az üzenetük és a történelmi múltjuk. Vannak esetek, amikor elfelejtik indítani a napszimbólumot, viszont érzik, hogy valami hiányzik belőle, és akkor a kapu levelek közé teszik be a napot, hónappálmaszokhoz teszik be a napot, a napszimbólumot, de mindenképpen minden kapu szerepel, csak már ez sem az igazi. Na most egy olyan helyszín, megint csak szimbólumokról lesz szó, egy olyan helyszín a tászoktető, ugye itt mondtam már előtt, hogy itt születtem Gyegyószentmiklós Gyergyői medence, és tőlünk körülbelül egy olyan 25 kilométerre van a tászoktető, itt néhányan már voltunk ott, megjártuk, és majd tervezzük, hogy ide fel fogunk menni, erről fogok néhány szót ejteni. Ezek a kövek azok a híres tászoktetői randezi kövek, amiből a háború viharait és a kommunizmust már csak kettő érte túl. Tudomásunk szerint öt olyan kő volt, ami megmaradt a kommunizmus után is még, illetve hát a kommunizmus alatt. Ebből hármat elvittek a románok, a román múzeumokba, mondván, hogy vizsgálni fogják őket. Kettő megmaradt a Gyergyószentmiklósi Múzeumban még, és ezzel a kettővel maradtunk, a többi tönkrement. Ezeken a köveken itt látható jelek vannak. Én most itt nem részletezem túlzottan, hanem hát láthatóak itt megint csak. Itt már látható néhány svasztika is. És itt fogok kicsit elidőzni. Most, hogyha ezekről a jelképekről beszélve különöknek, akkor lehet, hogy hónap a sajtó megjelenik, hogy náci jelképeket próbálunk itt önöknek eladni, de azért tartottam fontosnak, hogy itt önöknek ezt megmutassam, mert ezek a jelek, ezek megint csak úgy, ahogy a napszimbólum megjelenik abban a történelmi zónában, amit önöknek elmutattam, meg mondtam. Számukra a magyaroknak a jó reménység jele, ez a jel, amit aztán Hitler is alkalmazott, és nem is olyan rég jöttem rá arra, hogy Isten igazából a mai háttérhatalomnak az igyekezete valójában nem az, hogy most itt ilyen náci jelzéseket, meg felségjeleket tiltson, hanem hogy elvegye a magyaroktól azt, ami a magyaroké volt. Hát miért ne vennék el a jó reménység elé, ugye? Mert most, ha most egy, hát úgymond horogkeresztőt, ha most megjelenítenénk, mondjuk itt Nyíregyházának a városháza tetején, akkor el tudják képzelni, milyen cirkusz lenne belőle, hogy felrobbanna a világ. Holott nincs egyébről szó, csak a jó reménység jeléről. Na most ezek a jelek azok, amit amikor még ismerték azokat az égi jeleket, mint például a rovásírás elején, belerúgtak ezelőtt 10 000 évvel ebbe a kőbe. Tudni kell, hogy ezek a kövek a tászoktetőről, amit az előbb mondtam önöknek, ugye itt van a, bocsánat, itt van a tászoktető. Na most az az út, amit itt, tehát a csőrszárok, amit mutatok, vagy mutattam az önöknek, és itt folytatódik tovább, a tászoktető ment keresztül, és itt halad tovább, egyik ága, a másik itt leágazott a Kárpátoknak a hegygerincén, mind a két irányba, aztán ment itt tovább, le a Fekete-tengeren keresztül, és a
Tászoktető volt az a hely, amit a tudósok oly sokat emlegetnek, és óriási fehér pont a fejükbe, hogy tehát egy energiaközpont volt, egy olyan hely, ahol mivel 1330 méter magasan, tehát a Kárpát-medence viszonylatában eléggé magasan van, és eléggé védett helyen van, az egyik legfontosabb helyünk volt nekünk szahakáknak, székelyeknek és önöknek, ungaroknak. Most hát ez a létesítmény azt jelenti, azért már ismerős önöknek, a Stonehenge. Figyeljük meg, nem az a lényeg, hogy itt mi van, pedig ezt kényképezik 99%-ban mindenki, meg ezt próbálják eladni, hanem ezek a körök, a napkörök, a bolygó, ezek fontosak. Rájöttem arra, hogy ezek a létesítmények valójában ezek is a miénk. Ugye közelebbül ugyanaz, és hát ez az a sztárfotó, ami aki, ha nem szerepel. Na de, ez egy másik helyszín. De ugyanazt jelképezi. Tudják, hol van ez? Hát ott van a déli Kárpátokban, teljes épségében megmaradt, és a románok a helyet úgy hívják magyarul, hogy Várhely. Ősi régi neve neki Várhely. A románok azt mondják neki, hogy Szárnyszeget húzott. Ismerős ugye a dák elméletből. Ugyanaz a napszimbólum, ugyanazok a napkörök, sőt, itt megmaradt szerencsés módon egy napkorom is. Mellette a Stonehenge-nek megfelelő. És rájöttem most nemrég, hogy Németországban is felfedeztek a tudósok egy hasonló rendszert. Ez a rendszer a Stonehenge-i, a Németországban fejlelt is, meg itt a déli Kárpátokban létező is. Tényleg egy népnek a létezését sejteti. Volt egy nép, akit úgy hívtak, hogy tényleg úgy hívták őket, hogy dahakák. Tehát dahakák. Akik a Hebrida, tehát Hebrida nem tudom mennyire ismerős önöknek, Hebridák szigetvilágon, a brit kontinenstől, vagy szigetektől az Atlanti-óceánba nyúlik bele. Ezelőtt 10 000 évvel körülbelül ez a szigetvilág elkezdett sietni, és az ott élő nép, akik azelőtt, tehát előttünk 20 000 évvel szálltak le arra a helyre, kezdtek, miután a sziget elkezdett sietni, ezelőtt 10 000 évvel, kezdtek szivárogni hova, a Kárpát-medence felé, és ezek voltak a dákok. De azért érdekes, és ezek a népek hagyták ezeket a szimbólumokat. Meg lehet figyelni, ez a Várhely nevű hely középen a Stonehenge-hez hasonló létesítményekkel. Ugyanez másik szövő, megfigyelhető a napkorong is. Közelebbről. A Stonehenge-nél is létezett, csak ott valamilyen okból a derék hangot elhordták. Na most a másik érdekessége a dolognak, hogy létezte ezek a végszerek, amit hát így tudtam kimenteni, jobbat nem találtam már, nem volt az a megfelelő felbontás, ami képileg másképp megjelenítse. Itt megint csak a derék kincs vadászok léptek közbe, és itt valahonnan, itt az erdőből ásták ki, pontosan a helyet, hát én el tudnám mondani önöknek, de most teljesen lényegtelen. Itt körülbelül ezekről a létesítményektől, hogy 500 méterre ásták ki ezeket az aranytekercseket. Ezek körülbelül 1 kg darabonként 1 kg súlyúak, és szakralitás szempontjából és a szahaka nép szempontjából nagyon fontosak voltak, ugyanis bizonyos, hát nem igaz, tehát tudósok, de nem történelem tudósok, hanem fizikusok, románok rájöttek arra, hogy ezek a tekercsek, mert ezek valójában tekercsek,
ezek a Tesla tekercsekhez hasonlóképpen működtek, és lehetett működtetni. Az egyedüli olyan emlék, ami megmaradt tudomásom szerint, az teljesen mindegy, hogy most a románok birtokában van, a fontos az, hogy megvan, és ezek valójában ezek a tekercsek, ezek a mieink, amit a tátusaink annak idején tudtak működtetni, oly módon, hogy az ellenségre is hatást tudtak gyakorolni, a saját harcosaikra is tudtak hatást gyakorolni. Leírják a dákokról például, hogy amikor harcba mentek, és ezt Herodotosz írja le, akitől a románok minden információkat szerzik, csak éppen azt nem mondja Herodotosz, hogy igazából kik voltak a dákok, de számunkra nem is az a lényeg, hanem leírja, hogy a romaiak nem értették, hogy miért van a dákokban az a nagy elszálltság, hogy mosolyogva mennek a harcba, és mosolyogva halnak meg. Hát azért, mert ezekkel a tekercsekkel működtetve még akkoriban a magurákat, el tudták érni azt, hogy az emberek teljesen olyan, tehát az emberek olyan pszichózist alakítottak ki, hogy mosolyogva mentek meghalni. Ugyanezt próbálják most megcsinálni, ugye az amerikaiak kikísérletezték az iraki háborúba, és gondolom önök közül vannak néhányan, akik ismerik ezt a pszichózist, hogy egy-kettően a katonák üldögéltek a sánc szélén, és elhúztak egy dologba, nem törődtek semmire. Hát valami hasonlókra, de ugyanakkor gyógyítási jelleggel is tudták ezeket hasznosítani. Na most tehát megyünk tovább, mert mondom, hogy még sok minden van, és elég jelent. Ez a lappiramis, ami ismerős önöknek, ugye Boszniában, nem is olyan régi, körülbelül tehát az utolsó napév közepén építették, és ugye ezt azért akartam itt megjeleníteni önöknek, hogy igenis van közünk hozzá, mivel rovásírás emlékeket találtak benne, ugye hát ez 7000 éves emlék a tatárnak emlék, és itt azért fogom kicsit elidézni, elmondjam önöknek, hogy azok a rovásírás emlékek, amit ma a székely magyar rovásírásnak neveznek, azok valójában égi jelek, és amikor 40000 évvel ezelőtt jöttek a szahakák, akkor hozták magukkal, és meg lehet figyelni, hogy még 7000 évvel ezelőtt is, ugye a tatárnokán talált emléke, és a sumér emlék, az milyen csodálatos módon egyezik. Mutatok egy másikot. Tehát ezek azok a régi jelek, hát itt látszik, nem magyarázom önöknek, hogy miről van szó, hogy milyen csodálatos egybeesés van közöttük. Nem kell keresni az eredetét, és az írástudatok meg az etimológusok hiába kínlódnak, mert úgy sem fognak rájönni, mert égi jelek, és mindig hangoztattam ezt, és az utolsó kutatásaim ugyancsak ebben erősítettek meg. Ez volt az a történelmi időszak, ami ugye írásbeliség szempontjából tatárnak korom. 1500 évvel előzi meg a ma elismert ékírásos és a ma nyilvántartott oly sokat emlegetett sumér ékírást, ami valójában az is a miénk volt, és említettem önöknek az elején, hogy amikor megalapították a sumér kolóniát a Kárpát-medencéből, akkor vitték át az írást oda valójában, és aztán az, amikor elkezdtek felejteni az emberek, és sumérrak rádozott, akkor kezdték el az ékírást, akkor kezdték újra az egészet. Tehát nem keletről nyugati irányba, hanem nyugati irányból kelet irányba, most a Kárpát-medence sumér világ viszonylatában mondom, kell keresni a titkukat. Sajnos, hogy a tudósaink, de meglátásom az, hogy tudják, nagyon jól tudják, hogy miről van szó, nyilván a beavatottak a másik oldalon. Csak próbáljuk most is eltitkolni, és eljátszódják előttünk azt a nagy színjátékot, hogy keletről jöttünk, honfoglaltunk, keletről jött mindenki, tehát mindenki keletről jött ide a Kárpát-medencébe, csak azt próbálják eltüntetni, meg azt próbálják nekünk elmagyarázni, hogy itt a Kárpát-medencébe itt nem volt semmi. Most hát ez a helyszín, ez már egyszer szerepel. Itt most, ugye itt van az a röptél, amit említettem, viszont itt van egy másik előtte.
az előbb nem láthatták, mert takarázva szándékosan úgy csináltam, hogy ne látszódjon tehát a képet, de itt látszik, hogy megszűnik az építő. Tehát elkezdik építeni, és megszűnik. Hasonlót még egyet mutatok, de ilyen Erdélyben sajnos százával van. Ez Csiklákosnál van, hasonlót itt már megszűnnek. Meg lehet figyelni. Tehát történt egy, volt egy olyan történelmi időszak, amikor ez a csodálatos kultúra megszűnik, hogy milyen okból, azt pontosan én sem tudom, de az látszik, hogy megszűnik. Akkor kezdődik igazából a kőkorszak, amikor már a tudósaink is ezt már otthonosan mozognak, és elkezdenek akkor már kapizsgálni valamit, hogy akkor már kezdtünk felegyenesedni, és a vajonból elkezdtünk majd emberek lenni. Ott arról van szó, hogy lázozóba volt az az időszak, ami most úgy néz ki, hogy majd ha az Isten is megsegít, akkor majd ki tudunk menni belőle. Hát ezek voltak azok a történelmi időszakok, ugye az úgynevezett honfoglaló magyarok fogadják a őslakóság hódolatát. Hát az őslakóság itt szlávokról szól, mert ezek ugye szlávok, és ez a történelem, ami a hazug történelem, ami elment egészen odáig, hogy begyűrűzött a Székelyföldre is, ez a gyergyószárhegyi Lázár kastély, és az őshonos székely népet megpróbálják a magyar nemesek leigázni, és erre nem is mondanék igazából sokat, tehát csak egy gondolatot akarok elmondani önöknek, hogy nem tudom, feltűnt önöknek, akik foglalkoztak esetleg kicsit beadóban ezzel a kérdéssel, hogy mindig úgy emlegetik a székelyeket, hogy a nemes székely nemzet. Tehát az egész gondolatmenetnek ez a lényege, hogy a nemes székely nemzet. Az elmúlt ezért esztendőben elkezdik emlegetni az Árpádházi királyt, akár hívva, akár mondva, és ugye, ahogy telik az esztendő telnek, és egyre közeledünk a mához, úgy elkezdik felejteni, hogy a nemes székely nemzet, és a nemes szó mostanasság már elmaradt. Most tehát nem afféle nemességről van szó, mint a magyar nemesek, akik alapították itt Szárhegyet is. Hogy olyan szempontból, hanem... Tehát volt egy ősi titok, volt egy olyan valami, amit a mostaniak, ugyanúgy, ahogy a székelykaput nem tudják magyarázni, a székelykaput titkát, ugyanúgy ezt sem tudják igazán megmagyarázni, hogy mit jelentett az. Hát elmondom én önöknek, hogy azt jelentette, hogy amikor a hazatérő magyar Árpád népe, amikor hazatér, akkor talált itthon a Kárpát-medencén belül magyarokat, talált őshonos székelyeket, és az első találkozás ugye az a székelyekkel esett meg, utána jöttek tovább, és mivel hogy hazavárták és hazafogadták a magyarokat, mivel hogy ők voltak azok, akik befogadott voltak, és jó szívvel befogadták őket, volt egy részszerződés, volt egy megegyezés, ami a Székely Krónikában nagyon jól le van írva, és pontosan emiatt hamisítják meg, és pontosan emiatt támadják annyit, és mondják, hogy hiteltelen, hogy stb. Nem lényeges, hogy mit mondanak róla, mert nagyon jól le van írva, hogy elismerik a hazatértek, az őslakósok felsőbbségi jogát, mint őshonosok. És ekkor van az, hogy felemlítik, hogy a nemes székely nemzet. Na most ezt az elmúlt ezer esztendőben tűzzel vassal pusztították, és mostanság már annyira, tehát oda kerültünk, hogy most már a székely nép, aminek a valójában, tehát hogyha szabad tudna lenni igazából, akkor azáltal a magyar nép is szabad tudna lenni. Tehát ez a fontossága az egésznek. Most már ott tartunk, hogy már ugye az anyaországbeli vezetés még csak hallani sem akar arról, hogy autonómia, mert mit szólnak a románok? Mit szólnak XY-nek? Hát ennek a kornak kell vége legyen, hát remélem, hogy most közelebbül vége fog szakadni. És akkor ez lenne az utolsó kocka, hogyha majd még előadásokat fognak hallgatni, azért figyeljenek oda, hogy kik fogadnak be maguk közé, és az illetők mit mondanak, mert azt fogad az időket éljük, amikor igen sok a
az a proféta. Hát ez lett volna az első fele a dologon, időben hogy állunk körülbelül? Mondanék néhány szót, de most ez elég gyors lesz, arról, hogy hogy látom én, és pontosabban én most nem azt fogom elmondani önöknek, hogy mit kell tenni, hanem elmondom önöknek, hogy mit teszek én annak érdekében, hogy túl éljük azokat az időket, ami jönni fog. Tehát azt szeretném leszögezni mindenképpen, hogy világvége nem lesz. Pontosabban világvége lesz, de ennek a világnak, ennek a vaskorszaknak lesz vége csak, és jönni fog egy olyan világ, ami az igazaknak és a mi népünknek valójában az ideje, de ez nem fog, tehát ezt üzenik nekem ezek a pallagok. Ez itt városok határában van, ez megint csak egy röptér. Itt vannak mezőgazdasági célra kialakított pallagok, itt vele szemközt megint csak azok vannak, ott van fent a csomóték tetején az a kápolna, amiről szó volt, az a négykarjas kápolna, és ez a hőd valójában a Gyíkostó felé vezető hőd. Tehát itt kell felmenni a Gyíkostóhoz, és akkor mindjárt fogják önök tudni. Milyen furcsa fintora a sorsnak, hogy láttál ezeket a létesítményeket, ami számunkra elmondtam, és remélem, hogy megértették, hogy mit szerettem volna itt önöknek elmondani. Itt vannak, itt fekszik minden, ami kell, csak itt a város határában 9 röptér van, és formailag mindig ugyanazok, és erdészete legalább 280 hasonló röpteret fedeztem fel, és mindig ugyanazok a formájuk. És embereknek a milliói jártak el, csak magyarországi emberek az elmúlt 30 esztendőben, az előtt is, és soha senkinek el nem mondják, hogy valójában mi az, amiért érdemes oda menni, és az emberek keresik Gyíkostóba, a Békásszorvosba, valójában azt, amit nem igazán találnak meg. De mennek, keresik, kutatják, és valójában ez az a rész, amiért menni kell, de nem csak itt nálunk, hanem Alcsíkon is, Felcsíkon is, az Erdély középegységben is, és még sok más helyen is. Na most, én azt tudom elmondani önöknek, tehát úgy gondolom, hogy hitelesen akkor lehet valamiről beszélni, amikor előjárunk abba a dologba. Én a magam részéről én úgy képzelem el, hogy azok az emberek lesznek esélyesek a túlélésre, és azok az emberek fogják megélni ezeket az időket, akik kapcsolatban vannak a földdel, az anyaföldel. Akik hajlandó dolgozni, és hajlandó munkájuk gyümölcsét megosztani, és tenni a közösségét tevőlegesen, oly módon, mint eleink, ahogy tették, a valamikori székelyek, az a nemes székely nemzet, az azért volt nemes, mert tízesekben szerveződve egy-egy közösség, ugye vidéki közösségekről van szó, egy-egy közösség megalkotta a maga kis tehát önfenntartó közösségét, hasonlókat próbálok én is otthon összehozni, ami azt jelenti, tehát úgy képzeljék el önök, hogyha most hónaptól, lehet, hogy hónap után, lehet, hogy egy hónap, kettő, három, de mindenképpen ebben az évben meg fog történni, hogyha most egyik napról a másikra elveszik önöktől a villanyt, a vizet, vezetékes vizet, meg mindent, ami az elektromos energiától jár, akkor önök hogy tudnak érvényesülni? Mi lesz az, amit tenni kell? És ezen a gondolaton elindulva én a magam részéről ezt úgy képzeltem el, hogy kialakítottam egy olyan láncolatot, amiben benne van a búzának, a búza elvetésének, a búzának a learatása, tehát a föld megüvelése, a búzának learatása, annak feldolgozása, nyilván ősi búzától, törpőbúzáról és alapóról beszélek, annak a feldolgozása, annak a megőrlése, annak a megsütése, tehát az egész folyamat oly módon, hogy kézi vagy állati erővel történjen meg, tehát ezt, hogyha meg tudják önök valósítani, akkor már van esélyük arra, hogy ezeket az időket túléljék. És én elmondom önöknek, ez csak egy apró kis része, de ugyanúgy a világítás problémája, ugyanúgy az állatoknak, a kisállatoknak a problémája,
hogy azok az emberek és azok a közösségek, akik nem tudják ezt megvalósítani, meglátásom szerint, és ezt ki kell mondani, pusztulásra vannak ítélve. Ha tetszik, ha nem, higgyék el, hogy pusztulásra vannak ítélve. Esélyük nincs a túlélésre. Hát ezt szerettem volna önöknek elmondani. Dió Éva. Tehát önfenntartás mindenképpen, és remény abban, hogy lesz egy jó világ számunkra. Ha lesznek kérdéseik, akkor szívesen állunk elébe. Jó ez a beszélnek. Kovakulatok vannak? Hogyha gondolják, akkor én visszafele pergetem az eseményeket, hogyha valahol valakinek kérdése van, akkor meg lehet, ha szóljanak, akkor megállítom, és kérdezhetnek. Sikrákosi templom alatti tárgyatban része annak a barlangrendszernek, amit itt bemutatunk. Tehát az igaz, hogy létezett egy barlang, illetve létezik most is valójában. Helyenként beomolva, helyenként épségében. Nagyon érdekes, hogy annak idején, amikor leírja megint csak Herodotosz, hogy amikor a dákok a romaiakkal vívták azt a csatát, amit Trajanus idejében, ugye 106-ban az utolsó csatát, akkor hát a nagy csata előtt a dákok és a romaiak belétették, hogy miképpen eltűntek. És akkor volt az az időszak, amikor még ismerték ezeket a barlangokat, átcsoportosították az erőiket, és egy másik helyen próbálták a Dunán alatt átnéve, próbálták hába támadni a romaiakot, de az sem sikerült, mert elég kevesen voltak. Akkor még aktívan használták ezeket a barlangrendszereket. És egy másik észrevétel, hogy valószínű, hogy még Attila a katonai sikereinek jó részét azért tudta elérni, mert még ő is tudta hasznosítani azt a tudást, ami a Csőrszáróban, meg a többi háromban volt, ő használta még azokat, tudta működtetni valamilyen szinten. Persze, hogy ne. Mind a kettő. Tehát a Földön való közlekedésben is, meg a ég és föld között is. Nem tudok ehhez hozzászólni, de pontosan azért nem tudok, mert igazából én belátom azt, hogy vannak olyan időszakok, amiket vannak, tehát hogy is magyarázzam el. Tehát a jelenlegi tudások egyszerűen tudásokat meghaladja. És rájöttem arra, hogy kár ezen gondolkodni. Én így magyarázom ezt, mert akkora olyan magas műveltség volt, hogy és akkor a tudás volt a kezükbe, hogy nyilván mindent másképp láttak. Tehát mi most mindent úgy látunk, azon keresztül látunk, hogy a mai repülőgéptechnika, a mai dinamika, aerodinamika elvei, törvényei, próbáljuk érvényesíteni és próbáljuk előszakolni ezekre a dolgokra. Minden másképp működött. Ha ezt tudták, akkor meg tudták görbíteni mondjuk a teret, hogy viszont már két pont körül egymást. Hát igen, ezek azok a helyek, vagy részek, ahol lehet filozofálgatni, lehet gondolkodni. De számunkra az a lényeg, nagyon, nagyon fontos, hogy bizonyítani tudjuk, és ebbe kéne önök is partnerek legyenek, hogy az ellenségeink előtt, de igazából nem lesz már erre idő, hogy bizonygassunk, mert bizonyítsák be ők, hogy nem így van. Minek?
de tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a kultúrát őrizzük, gyarapítsuk a tudást, és éljünk a lehetőséggel, hogy igenis, és abban a hitben, hogy ez a miénk. Tehát az a talapzat, amin ez a nép áll és megáll. Gondolják el, hogy közel 100 000 éve, hogy megmaradtunk, 40 000 éve mi szahakát. És ahogy mondtam, a 20 000 éve ezek a dozgarok, ungarok. És nem vesztünk el, itt vagyunk. Megpróbáltak tűzzel, vassal kiirtani. És amikor jönnek a kérdések most, ezek a mindenféle támadások minden irányból, most a máról beszélünk, akkor a magyarázat ez. Még, tehát ugyanúgy, ahogy mi is kezdünk tisztában lenni azzal, amit előlünk eltitkoltak, ugyanúgy ők, ez olyan, mint a rablónak az esete, hogy a hatalommal szemben, vagy a rabló mindig előjár egy lépéssel, mert ő tudja, hogy mit akar, tudja, hogy a rosszat akar, lopni akar. Tehát az ellenségeink, a sötét erők is mindig előttünk jártak eddig egy lépéssel, mert ők mindig tudták azt, hogy mi mit nem kéne tudjuk. Mindig féltek azért, hogy mi fog történni akkor, hogyha kiderül az igazság. Akkor nekik menni kell így is, úgy is. És hát pontosan ezért, mert mindig rákészülnek arra a rosszra, tehát hogy mindig egy lépéssel igyekeznek előjárni. Tehát minden régészeti leletet eldobnak előnünk. Na de honnan? Ők kutatnak, tehát amikor kutatnak, találnak valamit, azt nem fogja a nyilvánosság elérteni. Iratban szolgáló katonától tudom, hogy különböző kényeknek feladata volt, végésnek a leletek összegítése, ellenállítása. Nem tízembernek többet el. Igen, és amit nem lehetett elvinni, azt meg, annak meg az elpusztítása. Elmondják a benszülöttek, az ottani lakósok, hogy sokszor történtek olyan bombázások, amikor nem értették, hogy mi történt, miért. És megtették. És sokan vannak olyanok, akik ugye felhívják erre a figyelmet, és akkor mi a válasz? Összeesküvés elmélet. Hülyeség. És a problémát az jelenti, hogy közöttünk is vannak olyan kisítő emberek, nem egy és nem kettő, akik elhiszik, bedőlnek, és nehezítik azoknak a sorsát, akik megpróbálnak kiemelkedni. Ebből a fertőből, ami a másoknál 9 került elő. És az előbb elkezdtem mondani, hogy leírják, tehát rekonstruálták azt az állapotot, ahogy kiásták. Tehát nem akár úgy voltak ezek elhelyezve, hanem úgy volt ezt kitalálva, hogy 4 tekercs volt így felállítva egymás mellett, és minden tekercsben volt egy kisebb tekercs. És alattuk volt egy földrétek, és akkor alatta újra volt 3. És egy ilyen kónikus szerkezet volt az egész, körbe bélelve kővel, és akkor abban volt, és akkor arra volt aztán rátéve az egyéb növényzet. Tehát az elrendezése nagyon logikusan, nagyon érdekesen volt, nem akár. Igen, hogyha hazamennek, visszik meg az úrba, tartalna az le. És előre beszélt, hogy lehet, hogy összekedve. És akkor majd engem, én arra lennék kíváncsi, hogy ezek a tekercsek, különböző átmények, különböző rosszak, hány mikor elérjen, hogy csak a tekercsek. Lehet, hogy valami. Tehát most én azért hoztam el ezt önöknek ide, hogy nézzék meg, figyeljük meg, ötletként megvan, rá lehet keresni, és ez a mi jogunk, hát ez a miénk. Hát ezen kell gondolkodjunk, mert akkor megint csak egyet előrébb léptünk, hogyha ezekkel tudunk érvényesülni. Az teljesen mindegy, hogy most a mai románok itt mondanak, mert az... abszolút helyzet az ügy. Amit előre a kapanadze modell megépíthető, megnézhető, nem nálam egy barátoknál visszaladányba. A működéséről annyit, hogy kíváncsi látni az embereket. Egy 9 voltos elem.
van egy deszka modellbe behelyezve, és egy 100 wattos égő működtet a 9 voltos elemet. Van benne igen teker, és van benne kondenzátor és egy kapcsolás. Az az érdekesség, hogy 6 hónapra a 9 voltos elem még nem belép ki. A lámpa pedig folyamatosan világít, és folyamatosan kiegészül volna. Valaki tudja, hogy ezt kérdezik. És mondod, hogy ingyen energia? Hát ingyen nincs energia, egy 9 voltos elem, egy 9 voltos elem. Egy kezdeti impulzus. Gerjeszteni kell a tekercset. Kell valami, ami gerjeszti, és még tekercset feszítsék el fel. És akkor még azt lehetett volna megcsinálni, hogy nem elemmel, hanem akkumulátorban. Hogy ha az elemben van egy ciklus, ha kivelül, akkor ez mint akkumulátor hosszabb életű. És akkor a kis élet még jobb lett volna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan házban van, ahol energiafogyasztás, tehát azt mondom, hogy a amikor beszélgetünk, kérdeztem, hogy mennyi volt a gázszámlája, és mondta, hogy 2500 forint. Ez az alapdíj, ez egy kis egy évben. Tehát egy olyan házban működik ez a rendszer. Ez az illető, ez teljesen függetlenítette magát a víztől, a villanytól, mindentől. Igen, az nagyon fontos, hogy vele foglalkoztunk ilyen kérdésekkel, hogy nem, ezek a tekercsek, mert véletlenül nem energiakeltetésre szolgálnak. Én ezeket a történelmi szempontból figyelem, és hát nyilván most nem tudtam elmondani mindent, csak a 0,0%-át annak, ami sok minden, ami ide tartoznak. De a történelemből merített, mert ez az én fő erősségem, dolgokat, tudok olyan információkat, ami ezekkel a dolgokkal összefügg, és tudom azt, hogy például ennek a dák népnek is a titka. Tehát valószínű, de most az a lényeg az egésznek, hogy tehát megeshet az, hogy a dákok, vagy a dákoknak az elődei azok, akik aztán végig is kipusztultak, elvették a szalakáktól ezt a tudást. Vagy birtokolták, vagy közösen birtokolták, de mindenképpen tehát ilyen információ jött, hogy a miénk volt. És ezt mondja ez az úriember, akinek a neve Karsabaton, esetleg, hogyha valaki találkozik a nevével, akkor még szerint róla van szó, és egy válaszú véleménye az, amikor például elmondtam neki ezeket a dolgokat, nem tudott róla adni. És utána, amikor mondta, hogy hát ezt az információt kaptam, ezeket a régi jeleket, hogy nagyon vigyázzunk ezekre, mert ezek a mi kincsek. Karsa, vagy Karsai? Karsa. Karsa. Csak így, hogy Karsa. Karsa volt. Most mutattál egy képet a kubinkúvalnak, hogy erdélybe mindig ilyen csoportosan található? Mert nálunk mindig ezen egészen szólóban. Igen, meg is fogom a megkeres. Közben mondható, mert ez hallgató, figyel. Na most itt nálunk azért vannak olyan feltételezések, hogy a kubinkúvalmok is szolgáltak, mint energianyelő helyek. Igen. Pedig mert úgy, hogy általában megfigyelték, hogy a villám az mindig kúhalomba csak, mert mondjuk három üzenet milyenek általában egy-egy kúhalmat, tehát valahogy bevonza. Most ennek a villám energiának vajon az elvezetése, ezt mondjuk még nem tudjuk, hogy ott, de ha most a csoportokban van, akkor lehet, hogy lehetett valahogy ezt koncentrálni. Hát érdemes megvizsgálni ezt a öt kúhalmonnál, hogy nincsen valami olyan erőtér közöttük, hogy ahol fogok koncentrálni a jelenkezik az ötjén hatásokat. Ez most csak egy gondolat. Így van, hát lehetne ezeken gondolkodni, csak annyi olyan létesítmény van, csak elvészülettem. Hogy ezekkel beadóan foglalkozni, én úgy érzem, hogy most már nincs idő, mivel készülünk el egészre. De majd eljön az idő, amikor ezeknek a létesítményeknek majd feltárnak az utatikusokra, ezeknek az energiaoszlopokra, fénykapukra, majd eljön az ideig, amikor van. Érdekes például ez a fénykép, be kell figyelni, hogy csak nem lehet mindenre kitérni, meg kell figyelni ezeket a felnőtt.
a fény átszűrődést, mint hogyha fénykapuk lennének. Sok egyéb problémát a történelmi múltunk meg saját magunk is. De nézzük meg a jelenet. Nézzük meg a mai, például a mai magyarországi társadalmi rendet. Függetlenül a zsidóktól, függetlenül mindentől. Nézzük meg önök közül, hogy itt a teremben hány olyan ember van, aki a földdel kontaktusban, a föld gyümölcséből élnek. Hány az van? Tehát azt kell megnézni, az nem elég van, mert az tehát művelni is kell. És ha nem műveli, nem, benne van a magyar nyelvben, ha nem műveli, és a homlokadot, hogyha nem törülöd meg, akkor nem is érzed az örömét. Ez egy harcunk a kérdésben, mert lesz egy csoport, aki meg tudja termelni a magait, de nem ügyes, hogy meg tudja védeli, és lesz egy horda, tényleg a városi, akinek semmilyen nincs, és éjség rámadás szint. Szintén, egyet rogni, hogy a gyerekemnek enni adjam, majd a farmer meg lelő, szóval ez egy nagyon hülye helyzet lesz. Ebből a kimutat én úgy látom, hogy pontosan a legnagyobb ellenségeink fogják megoldani ezt a problémát, ismeretes ugye a hátvonalú. Ha jön ez az időszak, jönni fog, akkor pontosan ők lesznek azok, akik ezt megoldják, mert demoralizálják a tömeget. Az emberek olyan boldogan fognak meghalni, hogy azt élvezetes nézzük. Én most drasztikusan mondom, de így lesz. Nem lesz az neki gond, hogy akkor most elmenni, megkeresni, mert ezek azok az emberek, akik érdemesek arra, hogy túléljék ezt az egész vaskorszak utolsó fázisát, azok meg lesznek védve. Pontosan azáltal, hogy az emberek teljesen érdektelenek lesznek. És akkor mondok egy példát. Ugye most nem is olyan rég, egy napja, vagy Isten tudja mennyi, ugye bejelentették az Unió Magyarországgal szemben, hogy ezt a kohéziós alapot el fogják várni. És akkor mindenki erre hogy reagál? Sem. Hát akkor vágják. Itt a politikusok dolga. De nem tudom, vette-e valaki észre, hogy azt az alapot, amit ők levágnak, azt a körülbelül az összeg, ami bejön Magyarországra, annak az összegnek ez a 30%. Ezt ők elveszik, de ugyanakkor Magyarország 100%-ot fizet vissza, tehát abból, amit befizet, abból veszik el. És mi a reakció erre? Hát elvették, jó tették. Vegyék el a többit is. Ez a pénzügyi konstrukció, ami működik, ez nem tudhatatlan. Ez egy olyan dolog, amit a neked azt mondom, hogy minden évben 3
90%-kal így. Hát hogy eljöttek a fejlettségi szintedet, onnantól kezdve minden nyavajának hívnak én minden évben 3%-ot. Tehát sír valaki, azért panaszkodik valaki, azért... Hogy mit fog csinálni, hogy egy kis faluban élsz, és te vagy a boltos, és 16-nak, és minden nap 10 kenyeret, 10 liter tejjel tudsz eladni. És azt mondja a bank, hogy haha, de nem volt növekedés. A növekedést ott tartottam, mert megköveteli a bank tőled, mint vállalkozótól, minden évben azt a 3% áremelést ráteszed, ugyanannyi forgalmazó, ugyanannyi helyet adsz el, minden évben 3%-kal több pénzért, mert létrehoztad az inflációt. Tehát ez a vissza, ez egy öngerjesztett csapat. De nem ez a lényeg. A lényeg az, amiről ő beszélt, hogy önfenntartónak kell lenni, nem a boltba kell menni a tenyérre. Tenyérnek az egy csak tenyérre, hanem termel meg magadnak. Nem termel a dolgok, amit kivisznek az országból, nem termel a befizetéseket, hanem minden ide. Mi fog maradni? Ezt a kereket, az RTL biztosan tudnak termelni. Magyarországon minden családnak itt legalább egy fél hektár. Egy fél hektár földön meg lehet művelni mindenkinek, hogy össze lehet fogni így a vízcsaládnak, vagy akár mélynek. És teljesen mindegy, hogy te anyai területen laksz, a fél hektár földet megvan, ha akarod, és meg tudod magadnak művelni. Nem kell elmenni, elhozni a másikét, neked is lehetőséget van lenni, egy fél hektár földet, művel meg, termelni magának a fél ha valóságban ezt kivitelezhetetlen, akkor az lesz, amit ön mond, jön az éjséglázadás, nem megdolgozzuk a földet, hanem ellopjuk attól, aki megdolgozik. De csak egyszer lehet ellopni. Vagy előre engem, vagy telősz le engem, az lehet, hogy elvihetsz. De ezt a játékot csak egyszer lehet eljátszódni. De ha igen, lelősz, akkor utána egy hét múlva igen maradsz, mert elvihetsz. De azért kellene már hamarabb lépni ebben, hogy olyan kisebb közösségeket összehozni, ami mondjuk úgy, hogy hasonló gondolkodású emberek, és akik megértik egymást, és már kivel te osztani a feladatokat. Hogyha jó, te most városi vagy, de akkor meg valahogy tanuld meg ezt a részét. Okay, és akkor majd... De dolgozni bírom. Te akkor tanuld meg. Tehát most elmondtál egy dolgot, ha értesz hozzá, akkor azt mondom, hogy én megtermelem a kenyeret, de akkor te biztos is nekem energiát, mert ahhoz értesz rá. Tehát ezért kéne már visszajönni. Ez a feladat. Ez az önök feladata most. Ki mibe járt? És ezt hozzá lehet rakni. Nem TS-eket kell itt alkotni, hanem tényleg egy kisebb 20-30. Itt van élő példa, például Berti Mikor, mielőtt ide jöttünk volna, kicsit hamarabb érkezte, beszélgettünk, és erről beszélgettünk pontosan, és megkérdezte, hogy ő abban a helyzetben, amiben van, most mondjam meg őszintén, mit csinál. És elmondta, de csak úgy képletesen, hogy milyen helyen él, stb. És akkor azt mondta, hogy lehet, hogy azok az emberek, akik ott az ő környezetében élnek, pontosan arra várnak valahol, hogy kerüljön egy olyan ember, mint mondjuk Betty, aki összeszervezi a dolgokat. Azt mondja, hogy te, ha tudsz, neked van 6 tehenet, ne add le a zsidóknak, vagy a magyar államnak, hanem te add le ott a közösségnek. De cserébe ott a másik, aki buzával foglalkozik, és én amikor elkezdtem a tönkőhúzával foglalkozni, én akkor döbbentem rá, itt Magyarországon, hogy ez a teljes idiotizmusnak a teteje, hogy megtermelik a tönkőhúzát itt Magyarországon, mert ugye a KKP-medence ezt, illetve hát a nagy magyar alfűt megengedi, megtermelik a tönkőhúzát, eladják a svájciakat, azok megveszik jó pénzen, ők meg elmennek a Tesco-ba, és megveszik a műkenyeret. Az itteni ember. Gyerekek, most azt ennek olvastam, vége kell legyen, ez itt nem tartható. Most én ezt olvastam például, hogy a magyar kukoricát belakták vagomba, kivitték a németek, most már ők azzal fűtenek, mert olyan sok kicsit. Tehát az esztelenségnek a határán állunk. Na most én erre elmondom válaszként. Na, ugye, amikor kérdezem én, de mikor esetem magára kulisszát például? Én csinálom. Jó, csak azért kérdezem, hogy mert ha itthon lenne kereslet a kukoricára, akkor nem menne Németországba, de akkor kukoricára. Nem, itthon azért nincs kereslet a kukoricára, mert EU megszabályozza azt, hogy te tápszerrel letesd azt a kis malacot, aki kukoricára jelen. Jó, oké, de azt nem mondja, tehát az esztelenség határán vagyunk. Tehát sok olyan lépés van, ahol nem tiltakozik az Unió, mert nem is gondol arra, hogy lehet például olyan dolgokat csinálni, ami még valahol magjával megvan a magyarokban. A lehetősége annak, hogy megcsinálják, mert ott kint nyugaton, Angliában akár,
egyszerűen fel sem fogja, hogy ilyen lehetséges. Hát csak egy érdekes példa. Ugye elkezdődött bizonyos helyeken Magyarországon is, hogy önfenntartás. És már eljutottak arra a szintre, hogy azt mondják, hogy főzünk szappot. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy fiúk, rendben van, de ugye kapcsolatban vagyunk mással is, vagy másokkal is. De arra gondoltatok, hogy ha a Tesco-ból csak így képletesen mondom, elfogy a maró szódát, a szódát, akkor mi lesz? Tehát nem az a tudományos szappant főzni, hanem az, így van. Így van. Tehát itt kell kezdődjön a dolog, és a mi eleink, a mi nagyanyáink Székelyföldön, azok tudták, hogy hogy kell szappant főzni, mikor kell szappant főzni, mert akkor az sem mindegy, hogy mikor, vagy mikor kell kenyeret sütni. Tehát volt egy csomó olyan információ kezükben, amit kirúgtunk magunk alól, az nem kell, azt mondtuk, hogy idiotizmus, és most ott állunk, hogy egyénenként ki mit tud ebből a régi ősi tudásból. Mit tud? Semmit. Tudja valaki azt, hogy, mert én már tudom azt például, hogy amikor sütöm a kenyeret, vagy sütjük a feleségemmel, egy héten egyszer sütjük a kenyeret, akkor még nem tudtuk eltalálni azt, hogy egyforma kenyeret süssük. Mert rájöttem arra, hogy a holdjárás szerint megy a kenyérnek a dagasztása, kenyér kelése és a kenyér sűrése. Ahogy változik a holdjárás, úgy változik a kenyérnek is a járás. Tehát például vannak időszakok, amikor kevesebb fával is ki lehet fűteni a kemencét, máskor szinte kétszer annyi fa. Például. De ugyanakkor, amikor a kemence így reagál, akkor a kovász is... A kemencét, csak Boszkó fűtöttem be. Tehát nem kell kétségbe esni sokszor azon, hogy a kemence... Tehát a kemence nem úgy fog dolgozni mindig, ahogy elvárná az ember. Most ezek azok az apró kicsi részletek, azok az apró kicsi rezenések, villanások, ami hiányzik belőle. Ezt kell újra megtanulni. Például. De vagy valami genetikai rendben van magyarul. Tehát nincs olyan magyar asszony szerintem, ha életében soha nem dagasztott, oda rakják, én nem tudom megragasztani. Én azt mondom, azért jöttem el ide önökhöz, hogy elmondjam, elszórjam azt a magot, azt a kis villanási lehetőséget, ami után önök is el kell menjenek. Tehát most ne a Tesco-ba menjenek el vásárolni, hanem tehát gondolják át azt, hogy mi történik, és ezt elmondtam Bettinek, hogy én azért mondtam, és az elején el is mondta ezt, hogy én már többet nem jövök, mert elmondta előttem száz ember. Neveket mondjak, vagy nem mondjak, teljesen mindegy, akár Szántai Lajos, Pap Gábor, Borgergő, akárki. Tehát annyit mondták az emberek már, hogy most már eljött az idő, hogy már nincs mit többet mondani, tényleg nincs mit mondani, tenni kell, el kell kezdeni. És nem nagy dolgok ezek, el kell kezdeni. Közösségre építve, kis tízesekbe, mi volt a székelyeknél, a tízeseknek, például a székelyeknél a hadakozásban a siker titka. Mert leírják a történelemkönyvek, hogy eszement bátorsággal harcoltak. És összehasonlítottak, hogy jobbak voltak a harctéren, mint mások. Ez azért volt, csak egy apró, és akkor ebből meg lehet érteni. Ez azért volt, mert abból a tízesből, ahonnan el kellett menni hadakozni, és ahonnan ki kellett állítani X mennyiségű embert. Ott mindig úgy működött a rendszer, és ezért volt a rendtartó székely társadalomban mindennek meg a helye, hogy ott nem a kapitány mondta meg, akit Bécsbe választottak, hogy rendeződjön hadba a székely, hanem ők tették a dolgukat. Mert volt egy egyesség az Árpád-házi királyok idejében, ami azt jelentette, hogy vérükkel adóznak. Ők tudták mi a dolguk, de ők nem akartak soha vérükkel adózni Isten igazából, és akkor megszervezték egymást. És akkor az volt, hogy a tízes, amikor kiállított X mennyiségű ember, ami mindig a vészhelyzetből függött, akkor a legügyesebb közülük ki volt állítva, és az öregek által ki volt nevezve, és az volt mondva, hogy te épp bőrrel hozott haza az egészet. És ott a küzdelem úgy működött, hogy
De nem úgy volt, mint a zsoldosoknál, vagy mint akárkiknél, hogy elmentek, hogy a zsákmányszerzés kedvéért, hanem elmentek azért, hogy éppen hazatérjenek. És az unokatestvér vigyázott a másik unokatestvére, a nagyobb testvére, a kisebb testvére, ott volt egy rendszer, és ők mindig azt nézték, hogy mindenki ott van, egyben van. Soha el nem hagyták egymást, tehát egységben volt az erő. Na ugyanez működött a mezőgazdálkodásban is, az állattenyésztésben is, és ez volt annak a sikernek a nyitja, egészen 1300-as évekig, Károly Róbertik idejéig, ami megőrizte azt a népet, ami még ma is megvan. Bogár László mondta el azt, most nem is olyan rég, tudom, valaki hallotta-e, ismerős a neve Bogár Lászlónak, most nem is olyan rég, hogy el kell mondjam önöknek, hogy ebben az országban, mármint hogy itt a Csonka Magyarországon, jó esetben 500 ezer magyar van, de én szerintem csak 300 ezer. Erre is fel kell készülni. Ezek azok az igazságok, amit el kell mondani. És ismerjük a történelmet, tudjuk, hogy ki honnan jön, ki hová tart. És az, hogy a sikertelenségeinknek a javarésze abból származik, hogy tehát miből származik? Hát abból, hogy van egy csomó ember, aki látszólag közös érdekű cselekednek, holott a szívük valójában nem ide húz. Hát egy rác, vagy egy tó, vagy egy másik, az látszólag itt van, élvezi ezt a helyzetet, amiben van, Kárpát-Belencén belül, de ő csak kifelé húz. Tehát annyi az ellenség közöttünk is, nem kell ide zsidó, hogy itt bőven el vagyunk látva ellenséget. És én azért szeretek ide jönni önök közé, mert én tudom, hogy az igazi magyaroknak javarésze itt van. Az úgynevezett tirpákiában. Én tudom. Engem mind van akár rendszer előadása Budapestre, és elmondom, hogy én oda nem megyek. Ha csak egy módon, akkor főleg előadást tartani biztos, hogy nem megyek. Mit mondjak én? Van 100 négyzetkilométer beton tenger, csak álljak bele a közepébe, és mondjam el, önfenntartó kell lenni, ha megint csinálni. Ehhez kapcsolódva annyit, hogy mondjak már, Bettivel ismerjük egymást, egy ideje, tehát ezen gondolkodunk, hogy önfenntartás egy párom. De most szabadba szólok, ne gondolkodjatok! Cselekedni szeretnénk. Tehát ott tartunk, hogy ugye nagyon sok olyan falu van a környéken, Szabolcs megyében, ami úgymond el van néptelenedben. Maximum van benne 50 figyelj család. Tehát van hely, meg kell keresni azokat a polgármestereket, és így mielőtt mások felvásárolnák esetleg ezeket az olcsó házakat, mert ugye erre megy ki minden, hogy minél olcsóbb legyen. Az ingatlan, hogy valakit megvegyék minden olcsóban, tehát tönkre menjünk. Aki úgymond, mint én is ugye tönkre ment, biztos, hogy nem fogunk beköltözni a vállalatot. Most miért el kell lakom, elteszem az önfenntartást, de olyan közösséget szeretnénk, ahol lehet, hogy nem családok fognak együtt élni, hanem hasonló képen gondolkodó emberek, és azok lesznek családok. Na ez a megjegyzés nagyon érdekes volt, erre nem elkerült a figyelmemet a családok kérdése. És erről beszélgettünk kivel, hogy a mai Magyarországon, ugye, mint hogy átosújtaná a népet, valójában az is igazából, senki nem vállal fel gyermeket. Székely családokban még most is legalább átlagból 2,5 gyermek, tehát a 2,5 szorzó kijön, a 2,5. Itt Magyarországon mondják a statisztikusok, hogy 1,8, én biztosra tudom 1,2, ami már megvan is elég. Ezzel szemben az araboknál, az európai araboknál már körülbelül 8,5. Hogy azt elkezdett hozzátenni, hogy ezek a székely magyarok végig magyar neveket adnak a gyermekeinek, hát igen. Nem pedig a szakmai belátból visszahallott neveket. Igen. És hova jönnek az arabok? Hogy az arabok hová mennek? Jönnek, ide Európába. Persze, igen. Mégpedig, hogy Magyarországon kevesen vannak. Mert itt rosszabb a helyzet. Tehát kitört el a
Én annyit szeretnék kérdezni, foglalkoztat mindenki mondott itt valamit, hogy ha most a vaskornak lesz vége, hogy ez a legrosszabb, legnehezebb idő és felemelkedés lesz a következő, hogy a valamkor, és itt megint egy kőkorszak jön. Kőkorszakot nem adjátok ki. Igen, és mennyi idő van? Önellátáson múlik. Most a szekercés korszak. Meg kell adni pár. Ilyen ősi tudással rendelkezik, mint ugye a sámányaink, táltosaink rendelkeztek, és tudtak olyan dolgokat, mint hogy ezek a kis spirálok tudnak, hogy energiát tudnak előállítani úgymond a semmiből, tehát nem kell hozzá vezeték, behálók nem egész földet, akkor ezekből a tudásokból nem tudunk létrehozni új ilyen dolgokat. Még egy dolgot mondok, én láttam egy filmet, bár angol nyelvű és minimális angol tudással rendelkezem, hogy a piramis, pontosan melyik piramis nem tudom megmondani, a Nílust bevezették a piramis alá, mert ugye a piramis az ilyen, az épület, bevezették a Nílus tüzét a piramis alá, és hasonló ilyen kis spirálokon meg nem tudom, hogy mit kell, hogy figyelj, akármit keresztül meg, és hogy a piramisok áramban voltak ellátva. Tehát ennek maga az áram, így van, tehát ha ezt meg tudták oldani annó, akkor biztos, hogy meg lehet oldani. Az a véleményem erről, hogy ők megoldották akkor ilyen tekercsekkel, de most amit nem szabad a magyarnak elfelejteni sohasem, hogy van egy Isten adta tehetség, amit józan paraszt észnek, hívunk. Ez a józatban ezt én minden korban meg tud nyilvánulni, és annak megfelelően, amilyen korszakban jönni. Tehát lehetem ilyen tekercsek. Akinek van hozzá gondja, hogy fog jönni az intuíció, ez lesz a lényeg. Ha van ilyen ember közöttünk, akkor azt emeljük ki. De ne menjen el külföldre meg Amerikába, és ott csinálja meg ezt a dolgot, hanem itt. Hogy nagyon sokan meg akarják csinálni, csak nem lehet. Mert ma a törvénykedés úgy áll, hogy 500 helyre kéne beadni valamit, hogy valami legyen. Az az első lépés, hogy hol nem tudnak fogást találni rajta. Akkor nem tudnak fogást találni, hogyha most neked van 6 szarvas marhád, 80 tyúkod, vagy 100, 200 libát, és nem mondom tovább, és jön az adóhatóság, azt mondja, hogy tessék adózni. És azt mondta, hát miért adózzak? Hát nézze meg, van 6 gyermekem, itt vagyunk ketten a felnőttek, családfenntartók, 80 vagyunk össze-vissza a családba, ezeknek az embereknek enni kell. És akkor el fognak menni. De ha azt mondod, egyedül vagy a családban, külön, mert van neked egy szerető, de az ott van 500 kilométerre elég, és van neked ennyi állatod, oda vagy az adóhatóság, akkor azt mondja, nekem nem mondja, hogy maga ez mind meg fogja élni, mert ezt én nem hiszem el. És ezzel a történet be is fejeződik. Tehát gyermekkel, és akkor majd segít az Isten is. A sajnos azért van számolom meg, hogy volt itt már olyan, hogy világrendszer, és hiába volt az éhező gyermek, ugyanúgy elvitték a tehintét, a halaszkát, a tényezbe behajtották szerencsétlen parasztembernek a bocikáját, a jogát. Ez igaz, de az akkor volt. Ez most egy új helyzet. Hát ott is az erősebbik, hogy egy ballagot. Igaz, ez igaz, csak az egy más helyzet volt. Milyen érdekes, hogy... De azért nem halt meg senkit, mert... Azért ne felejtsünk el egy dolgot, hogy a 90-es évekre, azért meg a 80-as évekre Magyarország volt a világ legjobb mezőgazdasága, tehát azért volt egy másik oldal is, amit nem lehetett volna megtenni is paraszti gazdaságokban, de igaziból ott is az volt a probléma, hogy nem önellátásra született a település, itt inkább azt kellene megnézni, hogy addig, amíg még élnek azok az emberek, akik a világ legjobb mezőgazdaságát csinálták, hogy azoknak a tudását hogy lehet felhasználni arra, hogy most mi önnel olyan apróságokon múlik sok minden, hogy kész csoda, apró tudásokon, apró kicsi részleteken, ami
Hát ott van a méhek, méhek probléma. Milyen fontos az, hogy a méhek, hogy létezzenek körülöttünk. Ugye a magyar nyelvben, a régi magyar nyelvben a méhek nem megdöglöttek, hanem a méhek meghalt. Annyira fontos. Egyedül állat, ami nem megdöglik, hanem meghalt. A méhészek ezt jól ismerik. És milyen fontos volt régen, hogy minden olyan család, aki adott valamit magára, az foglalkozott méhekkel is. Nyilván nem ilyen négyszögleti kaptárokban, amiben a méhek meg vannak valamúgy, amikor beszállnak, és akkor kapkodja magát a méhész, hogy hát szúrják meg, üstölik meg, kintják. Nagyon egyszerű megoldás van erre. Vissza kell térni ott is a régire. Arra a körkörös kis kas, méhkas. És akkor minden megvan oldódva. Méhek végzik a dolgokat. Mindjárt van méhviasz, mindjárt van lehetőség arra, hogy világíts, mindjárt nem kell cukor, ami az egyik nagy gyíkos szer a mai társadalomnak. Az egyik a cukor, ugye a másik a liszt, ami nem liszt, hanem minden csak nem liszt. És azt a legjobban én tudom, aki már kipróbáltam, hogy mit jelent az, hogy a saját malmodon megőröld a sajátnak általa tervezted búzát, és akkor, amikor megezed azt a kenyeret. Hát nem is csoda, hogy a helyzetben van az a nép, amilyen helyzetben van. És az a kétségbejtő, hogy az a hely, itt az Alfő, ahol olyan búzát lehet termeszteni, hogy olyan, mint a szikra. A fénnyel ellátva, felvértezve minden olyan energiával, ami szükség. És megetetik az emberekkel a mocskot. Hát ezt érdemeltük ki, Kudarc. Érdemelték ki azok, akik megeszik tudom. Mert én még egyszer mondom, én annyira megdöbbentem azon, hogy idős mérnök ember, aki ott tanított a Mezőkúri Egyetem, illetve főiskolán, és akitől én vettem a könyvbúzát annak idején, mert ő maga, és termesztik. És megkérdeztem, hogy aztán ti sütőket. Ugyan már kérlek, hát nincs nekünk idő ki ilyesmire. Mondom, ki miért termesztitek a tönkőt? Hát eladjuk a Svájciót. És mit csináltuk a pénzre? Hát azt mondom, megvázunk, veszünk traktor, zsont, New Zealandot, nem tudom én micsoda. Ez a balaszik kelyeknél egy ilyen vicc, hogy betörnek a kocsmában, elviszik az összes alkohol, és lekapcsolják őket, és akkor kérdezik, hogy hát mit csináltatok az alkoholnak? Eladtuk. És mit csináltatok a pénzzel? Elittuk. Szeretnék egy lényeges dologra rádvágtam most. Kettőzött forog nekem is itt az agyam, hogy ki lesz, hogy lesz, meg hogy lehet. És én azt mondanám, hogy ha egy roban problémák lesznek, és minél lesznek, és ott ez nagyon gyorsan és hirtelen fog bekövetkezni, akkor nem lesz itt nagyon idő a mezőgazdaságot átszervezni, már csak azért sem, mert nem lesz traktor, meg nem lesz műtelje meg a többi. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem annyira a tönkői utába kell gondolkodni, az is lesz. Én nagyon szeretem a tönkőt, tehát remélem, hogy sokáig lesz, de bele kell abba gondolni, hogy és nagyon sokan tudják, hogy körül rajtunk a növényterem, az nem dugban egy jobb növény, hanem mindenki legyen vele tisztában, hogy szinte ami a földön terem, egy-két külön érkező dolgot leszámítva, ami csak azért érkező, mert erősebben jó növény, az minden lehető. Így van, tehát itt most itt a tudás fog számítani, nem az, hogy mi van a tulajdonomban, hogy tényleg van-e rohamma, mivel számítsak, vagy van-e földem, hanem a tudás, hogy megkeresem magamnak azt, amit kell. És itt, ami nagyon fontos tudni, hogy a változás az be fog következni, és az lehet rossz is. Lehet jó is. Az eleje rossz lesz? Nem lehet tudni, mert a papírban sok minden van. Tehát lehet, hogy jön itt a Csaba királynak nevezett segítség, és sose lehet tudni. Hát miért nem lehet mondani, hogy már annyira várjuk, meg emlegetjük. Tehát bármi lehet. De hogyha nem lehet, akkor az embernek a tudásra van szükség, és a tudás azt meg lehet most is szerezni, meg nekem az a véleményem, hogy a tudás az nem a könyvekből jön meg az iskolából, hanem valahonnan máshonnan, és az ember igyekezzen nyitott lenni arra, hogy majd ezt a tudást nem majd, már most minél inkább fel tudja fogni. A rottennákat kell itt pusztogatni. Sajnos ez az egész nagy elektromosság, amit körül rajtunk van, ez mind azt szolgálja, hogy ezt a tudást ne kapjuk meg.
pontosan. Tehát mennek ezek a körimélek, ezek a kör dolgok, hogy már, tehát aki ezzel foglalkozik, csak egy kicsit jobban foglalkozik, az nem tudom, gondolom önöknél is így működik ez, másképp nem működhet. Tehát már annyi észt osztottak körbe, kereken, és osztták, hogy már elég jó. Tehát nincs már tovább, mint gondolkodni. Igen, és lefoglalják, tehát odaadják a kezedbe az igazságot, és azt mondják, hogy ott van, fújt fel, csinálj, na tessék, csinálj! És mit csinál mindenki? Még vár egy kicsit, még okosodik egy kicsit, még elolvas ezt, még elolvas amaszt, elbizonytalanodik, akkor még felvillanyozódik. Tehát nincs idő. Tehát, na most az a tudás. Tehát én például nekem van legalább 200 kiló szenet, hőszenet, készen kiégetve. És én tudok kovácsolni. Én tudom azt, hogy eljön közelebbről az az idő, amikor aki nem fog tudni kovácsolni, az a lovat, de hogy fogja tudni megpatkolni? Sem. Akkor a ló sem fog semmit érni. Tehát ilyen alapvető dolgokra kell koncentrálni, például. Már pedig lóra szükség lesz, ha már egyébként nem a szakralitásáig. Mert a ló is úgy jött velünk együtt, a régen csillagképről, most már mondhatom önöknek bátran, mert itt volt egy úr, aki kiment, és míg ment az előadás, folyamatosan gondolkodtam, hogy ki az, aztán kiderült, hogy a Böszörményi múzeumnak azt mondja az igazgatója. És nem tudom, hogy tetszett neki az előadás, vagy nem, de lelépett. Mert nem érett meg arra, hogy még arra sem érett meg, hogy érezze azt, hogy neki itt a helye között. Lehet, hogy szakmai büszkeségből, vagy Isten tudja, mivel elment. Hát nem rajtam fogott ki, hanem saját magát. Tehát ezt kell megérteni, ez a másik, hogy a ilyen szakmai büszkeségeket, meg egyebeket félre kell tenni, mert lehet, hogy sok minden, amit elmondtam, amit önöknek nem úgy van, hanem másképp valahogy, egy kicsit másképp. Tessék mindegy. Az a lényeg, hogy van egy ősi útunk, ami a Kárpát-medencébe vezet vissza, és abba bízhatunk. Az a miénk. Tehát mi nem ott foglaltunk, nem jöttünk, nem megyünk, hanem itt voltunk, itt vagyunk, itt is leszünk. Ebbe kell hinni. És ezen kell dolgozni. De meg is kell maradni. Tehát ez a nagyon fontos, hogy itt meg kell maradni. Mert akik, azok az emberek, akik itt most mi vagyunk, és megéltük azt az időt, amit megélhettünk most, gondolják el, micsoda erőnyben vagyunk, és micsoda kitüntetésben van részünk azáltal, hogy élő emberként itt lehetünk, szembe azokkal, akik mögöttünk meghaltak azért, visszamenőleg egy napérnyi távolságba, hogy mi itt élve megélessük ezt a történelmi időt, ami közelebbről be fog következni. Micsoda kitüntetés az. Csak hogy közülünk sem fogja mindenki ezt megélni. Tehát ezért kell harcolni, és lehet ez az eszköz éppen, úgymond mai szemmel nézve, a számítógép technikával, meg egyéb hülye technikákkal mérve, azt, hogy most visszatérni a Földre, hát az primitívség. És elmondom önöknek, hogy az a gyerek, akivel a filmet annak idején készítettük, tehát mint operatőr, velem volt, ő elmondta, hogy értem, tudom, miről beszélsz, de én már ide vissza nem térek, inkább meghalok. Nem érdekes. És nem egy embertől hallotta, hogy nem vállalja fel, ő elmondta, hogy nem, inkább nem. Hogy ő most lemondjon arról, hogy videótechnika, hogy ilyen kamera, amolyan kamera, stb. Én ezt értem, ezt tudom, ezt csinálom, ameddig tudom, utána már nekem nem lesz időm, hogy ezeket a gyakorlatokat, ezeket, amit te elmondod, azt utolérjen, akkor meghallom, kész. Ennyi. Tehát ilyen is. Nem igazán. Ugyanaz a helyzet, mint itt is. De ott annyi volt előny, hogy a fejlődés annyira nem robban még. Tehát magyarul az erdélyi ember még ezelőtt 10 évvel és a túlélésre be volt még rendezve. Így van, és ezt az örökséget ezt viszik magukkal, és hamarabb át fognak tudni állni, mert magyarul nagyobb a nyomorúság. Így van. Nagyobb a nyomorúság, és még mindig vissza tudnak állni, mert még hordoznak magukba annyi ősi tudást,
hogy sokuk, az életre valóság. Igen, és sokukban még megvan az az életre valóság, hogy még vissza tudnak állni. Most például egy élő példa. Tehát milyen apróságokon múlik. Van egy falu kommandónak hívják, és most voltak ezek a nagy havazások. Ez ott a Kárpát-Kanya a belső részén van. Igen. Nem tudom, hogy mi volt, de elmondom, hogy mit tudok én. És az atyafi, ugye nagy havazások voltak, befújt a házakat, stb. Stb. És ott az emberek összeálltak gyorsan kalákába, és ott, ahol baj volt, ott felszabadították a helyet, ahol nem lehetett gyorsan átvágni, ott alagutat vágtak, az idősebbeket kioszták, és az egyik atyafinak az udvarán nem volt hó. És kérdezték, feltűnt nyilván mindenkinek, és kérdezték, hogy a riporter megkérdezte, hogy te maga hogy csináltad? Ó, hát én aztán kimentem, hajnali kettőkor figyeltem, amikor a legnagyobb a szél, láttam, hogy kezdi hordani a kerítéshez a havat, nyitottam a kaput, de még ki a hátsó kaput is. És elvitte az egészet ki a mezőbe. Tehát ilyen apróságokon múlnak dolgok, hogy nem kell ellenállni mindenképpen a természet erőinek, hanem figyelni. Tehát figyelni.